Szeretitek a reggeli napfény aranyszínű ragyogását, amint gőzölgő kávétok mellett az arcotokat simogatja? Vagy az erdőfáinak susturgó lombkoronáit? A tengerekben úszkáló halrajokat? Szerettek családotok és barátaitok körében beszélgetni? Induljunk ki abból, hogy igen. Hát mi is? Így aztán muszáj arról beszélnünk, hogy mi lesz velünk. Mit tartogat a közeli jövő itt, a Föld nevű bolygón, ahol a természet 70%-át civilizációnk már kipusztította, a maradék 30-at pedig exponenciálisan növekvő tempóban gyilkoljuk. Így hamar végünk lesz. Dr. Dietrich Ernőt azért hívtuk meg a mindenségétbe, mert a halálos ítélet mellett a megoldást is hirdeti. Barátaink, ha nem kezdtünk el változni tegnap, kezdjünk hozzá ma. Hallgassátok szeretettel és nyitott szívvel a Mindenségit 30. adását. Az emberiség talán legfőbb kihívása napjainkban a megannyi társadalmainkat feszítő egyéb problémák mellett a globális felmelegedés. Valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva fontos kérdéskörről itt a Mindenségit podcastben még nem ejtettünk szót. Mentséget nem keresünk, ellenben olyan szakértő vendéget köszönhetünk ma körünkben, aki nem kevesebbet állít, mint hogy van megoldás a környezeti problémákra. Sziasztok! A Mindenségit 30. adásában reményeink szerint megtudhatjuk, mit kell tennünk. Üdvözöljük a Kaptafában dr. Dietrich Ernőt, és hát szerintem még így felolvasás után vagy mentén is nehéz lesz ezt a szakmai horizontot ide felsorolni. Mindenesetre most a Pécsi Tudományegyetemen vagy adjunktus, de a képzettségedet tekintve műszaki, informatikai, környezetmérnök, és sőt, ha jól látom, még gazdasági végzettségeid és tanulmányos irányaid is vannak. Úgyhogy nem is tudom, szerintem majd egy pár szóba Léci, te is mondd el, hogy te hogy definiálod magad. Mindenesetre a mai témánk az lesz, hogy mekkora szerepe lehet az embernek a klímaváltozásban, hiszen mi itt Robival úgy gondoltuk, hogy az nem kérdés, hogy létezik-e ilyen egyáltalán, hogy ennek a bizonygatásán már remélhetőleg túl vagyunk, így a közéletben vagy a köztudatban, viszont valahogy világítsunk rá annak a dolgnak a fontosságára meg súlyára, amit mi magunk képviselünk, a múltat, a jelent és a jövőt illetően is. Márnak úgy, hogy néhány mondatban legyen kedves összefoglalni, hogy milyen szakmai múlt alapján alapoztad meg mindazt, amit nekünk itt ma föl fogsz vázolni. Köszönöm ezt a meghívást, és üdvözlöm szeretettel a hallgatókat. Nagyon nagy élmény, hogy itt lehetek ebben a jó hangulatú podcastban. Alapvetően egyetemi oktatóként 21 éve dolgozom. Azóta tanítom a klímaváltozás témakörét is a Pécsi Tudományegyetemen. Ez csak az egyik énem. Ez mellett tervező szakértő cégeim is vannak, és a környezetvédelem számos területén nagy projektek tervezésével, szakértésével foglalkozom jó ideje. Ezen kívül vannak találmányaim is, szabadalmi hivatalba bejegyzett szabadalmam is van. Indultam innovációs versenyeken is, ahol sikerült szép eredményeket elérni. Így a feltalálóénem is talán ide tartozik, de legfőképpen arról a magánemberről beszélnék, aki fiatalkora óta aggódik a klímaváltozás problémája miatt. Tehát amikor középiskolás koromban, 90-es években erről beszéltem, akkor még mindenki full szó szerint hülyének nézett ezért, és így évtizedről évtizedre egyre komolyabban vettek az emberek. Tehát én 25 éve gondolkodom ezen a problémán. Először naív középiskolásként, aztán utána egyetemistaként, aztán oktatóként, aztán kutatóként, aztán tervezőként, szakértőként, aztán még gyerekeért aggódó családapaként is, tehát az egész életemben kongott az a nagy kérdés a fejembe, hogy mi a megoldás a klímaváltozásra. Most már vissza meg, akkor eddig ezt nem tudtam, de
mostanában érzem, hogy ez ilyen életre szóló küldetésként alakult ki bennem, de nem volt ez tudatos, hanem visszanézve döbbentem rá, hogy tényleg, amikor a könyv megszületett, akkor döbbentem rá, hogy tényleg az egész életem fő vezérfonala ez volt. Hogyha már a könyv szóba került, a jövő neve Halál per Élet, megoldás a klímaváltozásra, vagy a Változás 6 programja címmel adták ki könyvet, amiben nem kevesebbet állítasz, mint hogy van megoldás arra a súlyos helyzetre, mint amiben ma az emberiség van. Mielőtt ezekre a programpontokra rátérnénk, arra kérünk, hogy légy kedves felvázolni, hogy mennyire vagyunk nagy szarban. Hát tökéletes a felvezetés, mert írdatlan nagy szarban vagyunk. Az emberek jó része ezt nem tudja, vagy elbagatelizálja. Ugye az emberi ego is olyan, hogyha hogyha csinálunk valamit sokáig, és meg vagyunk róla győződve, hogy az helyes, és valaki a képünkbe vágja, hogy azt nem jól csináltuk, akkor az első reakciója egy magánembernek, hogy lesöpri és ellenáll, és azt mondja, hogy na hagyjál békén, figyelj, ne szólj be nekem, hát én ezt csináltam eddig, ez így helyes. És akkor utána a következő lépése az egónak az, amikor így elkezd motoszkálni bennünk, hogy lehet, hogy mégse csináltuk jól, és akkor a következő lépés az, hogy elkezdünk hárítani. Tehát azt mondjuk, hogy jó, oké, de nem tehetek róla, meg nem az én hibám, meg mit tudom én, és akkor aki eléggé érett lelkületű ember, annak eljön a harmadik szakasz is, manapság ez a ritkább embertípus, de azért remélem egyre többen leszünk ilyenek, és elkezdi belátni, hogy tévedett, és a negyedik típus, aki még ritkább, az viszont elkezdi ezt akarni jóvá is tenni. Most a társadalom most a második szakaszban van, most látom. Tehát az első szakasz az volt 50 évig, hogy a tudósok mondták, hogy van klímaváltozás, és az emberek letolták, hogy ez egy hülyeség. Nyilván az olajlobbi is benne volt, meg minden egyéb. Aztán most jött az időszak, hogy végre 2019-ben készült az EU-ba egy felmérés, egy nagy lakosszámot átívelő felmérés, ami szerint az európai lakosság 91%-a tudja, hogy a klímaváltozás tény és az emberiség egy legnagyobb problémája. Mindig azt mondtam a barátaimnak, hogy addig, amíg az emberek nem hiszik el, hogy mekkora bajban vagyunk, addig hiába dumálok. Tehát addig ez egy farahány borsó. És csodán, nagyon örültem annak, hogy amikor megjelent ez a tanulmány, mert azt jelenti, hogy 10 emberből 9 igenis tudja, hogy nagy a baj. De most van az a szakasz, az az időszak a társadalomnak, amikor hárít, hogy majd a politikusok megoldják, nem én tettek róla, hanem a repülőtársaságok. Mi úgyse tehetünk semmit. Igen, én úgyse tehetek, én túl kicsi vagyok, az olajos cégek tehetnek róla, meg a multik, szóval mindenki hárít, és mindenki tolja másikra, hogy nem az ő problémája, meg nem az ő dolga, meg nem az ő feladata. Tehát az ego kettes szakaszában vagyunk, az egyes szakaszon túl vagyunk társadalmilag, hogy letoltuk, hogy na hagyjál már. Most az van, hogy oké, belátom, hogy baj van, de figyelj, nem az én dolgom, hát figyelj, vagy valaki megvizé. Tehát itt az idő, hogy rálépjünk a hármasra. De mivel nem a megoldásra kérdeztél, ezért most a hármasra nem szeretnék még rátérni, hanem hogy mekkora bajban vagyunk, ezt egy egyszerű, rövid dologgal szeretném érzékeltetni. Bocsáss meg, valamiről ne haragudj, hogy megállítál, csak a véleményedet szeretném megkérdezni, hogy én ezt tökre én is így érzem, amit most elmondtál, ezt a dinamikát, viszont nem lehet, hogy abban a jelenségben van szerepe a politikusokban és sokszor a tudósokban is megingott bizalom, amit a társadalmak nem csak Magyarországon, hanem világszerte észlelnek, ugye a pandémia nyomán sem a vezetőkben és sokszor sajnos sem a tudomány képviselőiben sem tudtunk, hogy mondjam, szóval, hogy maradéktalanul hinni. Igen, mert egymásnak ellentmondó információk érkeztek, és igazából a mai napig egy csomó kérdésre nem találtunk választ, szóval, hogy nem lehet ez is az oka annak, hogy az emberek nem tudják ezt elég komolyan venni, hiszen neves szakemberek vannak van-e klímaválság, vagy mennyire veszélyes ez ennek a skálának a egyik tökéletes végén, hogy 100%, hogy ebbe bele fogunk dögleni, és nincs visszaút, és tragédia van. És van a másik véglet is, aki azt mondja, hogy ez egy hülyeség, hát a Földnek van egy természetes ciklusa, ami ugye így mozog, és mi ebbe tulajdonképpen szart sem érünk. Szóval, hogy ez a két ellentétes tábor is megvan, és hogy szerintem egy olyan embernek, aki adott esetben nem olyan képzett, vagy agilis ilyen kutatás terén, vagy információ értékelés terén, tök nehéz dolga van, hogy ezt neki most komolyan kell-e vennie.
Igen, igen, nagyon nagy probléma ez a, ez a, az információs zaj. De ez minden társadalmi problémánál baj, hogy, hogy bármit, bármiben akarunk mélyedni, fogunk az interneten találni tényként közölt mondjuk A információt, és mínusz A-t is, vagy mondjuk egyes és mínusz egyes is. Tehát az ellentétjét mindenek meg tudjuk találni az interneten, és nagyon nehéz eligazodni abban, hogy kinek van igaza. És tényleg borzasztó látni, hogy például a Magyar Tudományos Akadémiának is van ma is olyan tagja, aki még mindig ott tart, hogy ez egy természetes felmelegedési folyamat. Tehát, hogy miközben a már 15 éve bizonyított tudományos tény, hogy nem. Csak valószínűleg a témában nem olvasott. Még a 70-es években, amikor ezt tanulta, akkor még azt hitték. Egy idős professzorról van szó, szerintem nem képezi magát, hanem, hanem 30 éve, bocsánat a kifejezését, de böfögi ugyanazt nagy hanggal. És számomra borzasztó, mert nem, nyilván nem akar rosszat, de mégis... rossz látni, hogy, mert nyilván egy ilyen akadémikusra sokan hallgatnak, hogy milyen, mennyire hátráltatja, lassítja az egyébként halaszthatatlanul szükséges változást. Tehát, tehát nagyon nehéz, meg ugye ott, vannak, ott van az olajlobbi, hihetetlen pénzeket tolnak abba, hogy bizonyos emberek lassítsák ezt a folyamatot, tehát magyarul, tehát erről egy csomó, nagyon sok feltárt jelentés van, hogy az olajlobbi hogyan fizetett legyetemi tanszékeket, meg alapított klímavédelemért nevű alapítványokat, amiket olajos cégek finanszíroztak azért, hogy állandóan ilyen információkkal tömjék az emberiséget, ezért telett ez 50 évbe. És ezeknek a felhangjai még ma is megvannak. Tehát nagyon nehéz az átalakulás, mert az ellenérdekelt felek, azok borzasztó erősek. De hál' Istennek a tiszta, szabad információ, mint például ez a mai beszélgetés is, és hálás vagyok ezért nektek, hogy itt lehetek, mert a tiszta, szabad információ, az önzetlen, tiszta embereknek a hangjai egyre több helyen csengenek fel, és egyre többen... Tehát mivel mindenki érzi már a saját bőrén, hogy klímaváltozás van, és hogy komolyabb baj, ezért egyre kevesebb ember hiszi már el azt az oldalt. Még 20 éve, 30 éve még sokan hitték el. Tehát most már hál' Istennek mindenki érzi a saját bőrén, a szívébe érzi, a lelkébe érzi, a gondolkodásában, hogy figyelj, nem lehet, hogy nincs, hát kipusztulnak a gyümölcsfáim a kertbe, meg nyáron akkora asszály van, hogy minden kiszárad, és sivatagosodik az alföld, és sorolhatnám, és importálnunk kell kukoricát, a nagy magyar alföldünk ellenére külföldről, mikor eddig mindig exportőrök voltunk, tehát hogy nem kell messze venni, vagy a magyar bükkerdőknek nem volt terméshozama idén, nulla volt az erdők, a bükkök terméshozama, kipusztulóban vannak, a bükkállományok 80%-a beteg, soroljam, tehát nem végtelenség tudnám sorolni, hogy a saját bőrünkön itt a szomszédban, közvetlen környezetünkben mekkora ökológiai katasztrófa szélén állunk. És ezt mire látjuk. Gondolsz? Hogy? Mire gondolsz, hogy a szomszédban? Hát, hogy itt mellettünk lévő faluban, vagy a város mellett, mert nyilván lehet, hogy bent itt Pest közepén nem érezni annyira. Hát nyáron azért lehetett érezni, amikor konstant 45 fok fölött volt a hőmérséklet, hát, és ez igen. Nem normális állapot. Igen. Na de ezt az ember érzi, oké, globális felmelegedés van, de még mindig ott van az a válaszreakció, hogy hát persze a Földnek van egy ilyen ciklikus, természetes ingadozása a hőmérséklet terén. Na de mekkora a baj? 50 év múlva, 100 év múlva félő, hogy ki fog halni az emberiség? Igen. Tehát a ciklikusságra visszatérve annyit, hogy az, ami az elmúlt 150 évben lezajlott felmelegedés, annak több tízezer év alatt kellett volna lezajlania. És ez azért nagy különbség, mert ugye a geológusok mindig ezzel jönnek, hogy volt már ilyen meleg a Földön. Igen, csak a fajok azok több tízezer, meg több százezer év alatt tudnak alkalmazkodni a változáshoz, mert lassú. 150 év alatt nem tudnak. Mondok egy egyszerű példát. Még a tölgyfa is tud alkalmazkodni a felmelegedéshez, mert a tölgyfa, hogyha délről jön a felmelegedés, a makját mindig észak fele dobja ösztönösen, és ezáltal ezer éves léptékben az erdő is vándorol észak felé. Nagyon jó. Ez tudományosan bizonyított tény. De az erdő 125 év alatt nem tud, mert az egy vagy két fa
élettartama, tehát nem tud vándorolni, helyben marad, megbetegszik és kipusztul. Tehát a fajok nem tudnak ilyen gyors, tehát az ökológiai rendszer szempontjából ez irdatlan gyors változás. Ez olyan, mint egy atomvillanás. A grafikonokat megnézitek, a természetes felmelegedés egy ilyen nagyon lapos dolog, és amit csinálta az ipari forradalmat az ember, ez egy ilyen tűhegy rajta. Igen. Tehát, hogy nincs igazuk ezeknek a hangoknak, mert nem veszik figyelembe az időléptéket. Abban igazuk van, hogy volt már ilyen meleg, meg melegebb is a Földön. De az átalakulási időszaka több százezer év, több tízezer év, attól függ, melyik korszakot nézzük. Miért baj, hogy ennyire gyors? Hát mert nem tudja követni a fajok nem tudnak alkalmazkodni, a fajok nem tudnak alkalmazkodni, és ezáltal összeomlik az ökológiai rendszer. És az ökológiai rendszer nélkül az ember nem tud létezni. Így van, pontosan. Tehát azt ne gondoljuk, hogy technológiával mindent meg tudunk oldani. Tehát ez egy bukott gondolat. Tehát ezt is már tudjuk, hogy az ökológiai rendszer összeomlik, akkor még pár évig húzzuk, aztán mi is megyünk utána. Tehát akkor a levesbe. Egyszerűen ki lehet azt jelenteni, hogy noha van a Földnek természetes éghajlat meg klímaváltozása, az, amit mi csinálunk, egyértelműen azt fogja eredményezni, hogy kipusztítjuk magunkat, és ennek mi vagyunk az okai, nem az, hogy természetes ciklusai vannak a Földnek, hanem mi csináljuk. Így emberek. Van, ezt tényként tudjuk. Tehát ezt az IPCC nevű szakmai szervezet, ami világ legnagyobb szervezete, és több tízezer kutatót egyesít, és csak ezzel foglalkozik, ezt 2004-ben leszögezte, és tudományos tényként bizonyította. Tehát, hogy 2004 óta ezen már nem lehet vitatkozni. Milyen szkenáriók vannak előttünk, hogyha semmit nem teszünk, és ugyanúgy éljük az életünket, ahogy eddig? Mert ugye, ha jól emlékszem, akkor 2000-ben, meg 2004-ben voltak különféle klímacsúcsok, és akkor megfogadtuk, hogy mi lesz az emberiségnek a kényszerű lépése, és ehhez képest ugyanúgy még több és még több széndioxidot bocsátunk tudtommal a környezetbe. Így van, nagyon tökéletes a rálátásod. Mondjuk klímacsúcsok minden évben vannak már azóta, régebben, ahogy mondtad, igen, ritkábban voltak, most már minden évben vannak, egy-másfél évente. Lehet, hogy ezért növekszik a szennyezés. Hát egyébként igen, mert ugye legutoljára a Velszire az volt a közröhely, hogy az összes politikus magángéppel ment el, és ez kicsapta mindenkinek a biztosítékot, mikor tudjuk, hogy a repülés az az egyik legdurvább széndioxid kibocsátó. Közlekedési mód. De hogy ilyen dolgok is közrejátszanak abban, hogy az emberek nem bíznak ezekben az emberekben. De hát, hogyha valaki ilyen azt mondja, hogy globális felmelegedés van, és látom, hogy 747 priváttal érkezik, akkor nyilván nem. Tehát nehéz lesz ezt el. Így van, így van. Hát annyira nagy volt a felbojdulás, hogy gondolom, hogy a következőre már nem merik fel megtenni, és itt van a lényeg, majd a megoldások létezik, az egy lényeg, egy fontos szempont. Tehát visszakanyarodva... Milyen szkenáriók várnak Milyen rán? Szkenáriók? Hát ugye azzal kezdeném, hogy a világmodelleknek nem hittek régen az emberek, és ami 2000-ben készültek világmodellek, a legnagyobb világmodellek, ezt kiszoktam vetíteni a hallgatóimnak az egyetemen, azok most 2022-ben azok közül a legpesszimistábbnál rosszabb a helyzet. Tehát az a baj a világmodelljeinkkel, hogy a negatív visszacsatolások, amik egymást erősítik, azok nem tudjuk még megfelelően figyelembe venni. És ez miatt a legpesszimistább, az én véleményem szerint a legpesszimistább világmodellnél is rosszabb lesz a helyzet, mert eddig is ezt mutatják a tendenciák. Mert mindig utólag tanulunk a természettől, és utólag korrigáljuk a modelleket, tehát nem tudunk elég gyorsan a változás után futni, tudományosan sem. És hogyha a legpesszimistább verziót nézzük, aminél szerintem rosszabb a valóság, akkor az a baj, hogy 2040 körül összeomlik a világ. Az nem túl messzi. Az nincs túl messze. Ez 18 év? 18 nyár és 18 tél. Annyira... És mi fog bekövetkezni, vagy milyen oknál fog be? Konkrétan mi fog történni? Igen. Tehát hogy kell elképzelni egy átlagos embernek? Hát úgy kell elképzelni, hogy a most jelenleg a világ ökológiai rendszereinek 70%-át kipusztítottuk, és hogyha ebben a tempóban folytatjuk, akkor 2040-re több mint 90%-át fogjuk elpusztítani. Ha ebben a tempóban folytatjuk, akkor 2045-re a világ óceánjai halottak lesznek. Nem lesz benne tehát moszat szintnél nagyobb élet. Hogyha ebben a tempóban folytatjuk, akkor tehát a szárazföldön lesz 8-10% ökoszisztéma, és az óceánok meg ki lesznek pusztulva. Ez csak a természeti rész.
De közben, nem hangzik jól. De közben nézzük meg, igen, nagyon nem hangzik jól. De közben nézzük meg azt, hogy a klímaváltozás hatására az fog történni, hogy a szegény országok a hihetetlen felmelegedések lesznek, nem mindenhol lesz egyébként felmelegedés, van, ahol más jellegű változások lesznek, tehát a hirtelen klímaváltozási hatásokra a gyenge szegény társadalmak nem fognak tudni reagálni. És ez egy hatalmas népvándorlást fog elindítani. Nem olyat, mint amiről most migránsozás folyik Magyarországon, hanem ennek képzeljétek el a százszorosát. És a nyugati országok azt hiszik, hogy majd ők majd a technológiájukkal, meg a gazdaságukkal majd ők ezt megoldják. De a hatalmas népvándorlás elsodorja őket. És a nagyobbik probléma, mindenki ide akar jönni, ahol még van maradék erőforrás. És nem fogjuk tudni a több milliárdos népesség özönt föltartóztatni. Tehát ez olyan népvándorlás, amit el sem tudunk képzelni nem, igazából. Tehát ilyen nem volt a világtörténelemben. És akkor nézzük azt, hogy ugye az lesz, hogy ugye a népesség növekszik, az erőforrások, a természeti erőforrások szűkülnek, egy óriási élelmiszerválsággal fog kezdődni. Úgy most Magyarországon is már bizonyított, hogy a terméshozam évente 3-5%-kal csökken egy hektáron. Képzeld el 18 év múlva, hogyha 3%-kal nézzük optimistán csökken évente a terméshozam, az 54% terméshozam csökkenés. Mit fognak enni a magyarok? De ez nem csak Magyarországon lesz igaz, hanem mindenhol. Az élelmiszer drágulást már most látjátok. Exponenciálisan fog drágulni az élelmiszer. Csak a gazdagok fogják tudni megvenni. Ez fokozza az éhezést, fokozza az anarchia hajlamot. Az emberek a szűkülő erőforrásokért háborúkat fognak indítani. Mert nem lesz mit enni. Ha nincs mit adnod enni a gyerekeknek, akkor te se leszel demokratikus és nyugodt és kedves és mosolygós, hanem mindent meg fogsz tenni, hogy tudjál nekik adni enni. Tehát ilyen egyszerű, ösztönszerű dolgokra fog visszasüllyedni az emberiség. És azt mondod, hogy ez kb. 18-20 éven belül. Igen, de már elkezdődik 2000. Ez már most elkezdődött. Igen. Tehát ez most elkezdődött. Látszanak már ezek a folyamatok. Elkezdődött a népvándorlás, elkezdődött az élelmiszeráremelkedés, elkezdődtek az asszályok, elkezdődtek a mezőgazdasági problémák, és elkezdődtek az egyre jobban feszülő társadalmi feszültségek. Minden itt van. A kaput döngeti a klímaváltozás, minden folyamat látszik, és nézzünk bután, és még azon gondolkodunk, hogy mekkora a baj. Ilyen nagy a baj. Tehát nincs mit gondolkodni. Ugye itt az a legfőbb probléma, hogy a politikai döntéshozók azok azt mondják, hogy ők nem fognak olyan lépéseket hozni ennek az ügynek a érdekében, ami a saját politikai pályájukat veszélyezteti. Tehát olyan intézkedéseket, amelyek népszerűtlenek, azokat nem fognak meghozni. Márpedig itt gondolom nagyon súlyos népszerűtlen döntések kellenének ahhoz, hogy a politikai döntéshozatalban valami előrelépés látszódjék. Pont az a jó, a 25 éves gondolkodásom alapelve az volt, hogy olyan rendszer találja ki, amit demokratikus átalakítással meg lehet valósítani, és ami az emberi önérdekkel párhuzamba állítható. Mert a mai ember irreális mértékben lett önző, ami egy társadalmi probléma, de hiába mondjuk az embereknek ne legyél önző, attól még önző lesz, mert így lett nevelve. Tehát, hogy ez egy adottság, ez generációk alatt tud megváltozni. Na most ezért a rendszer, amit kitaláltam, és a könyvemben azért publikáltam, hogy minél több emberhez eljusson. Hál' Istennek most lesz kész decemberben az angol nyelvű változat is, és ott is próbálom majd a világ minden táján. Köszönöm minden táján. Azt is azért csináltam, hatalmas erőket beletéve, meg rengeteg magántőkét, hogy minél több emberhez eljuthasson. Tehát az a lényeg, hogy a rendszer, amit kitaláltam, az önérdek mentén működik. És eddig nem sok politikus hallgatott meg, de akik meghallgattak, az a pár, az annyira lelkes a rendszerre, hogy komolyan gondolkodnak abban, hogy megvalósítják. Tehát, pedig ők tudják, milyen az önérdek, és ezek szerint akkor ez igen, mert valóban egy olyan megoldáscsomag lehet, amit kínálsz, ami egyszerűen a legnagyobb baromság lenne nem csinálni. Így van. Így van. Én ezt állítom, és azért állítom, mert azért nem mertem 2021 előtt publikálni, mert mindig találtam olyan kérdést, olyan ellenkérdést, ami azt igazolta, hogy a rendszer valamelyik eleme nem működik. És utána elkezdtem tanítani az egyetemen csak ezt a rendszert, amit kitaláltam, és az volt a hallgatók feladata, hogy
Azt mondtam a hallgatóknak, hogy aki mond egy olyan keresztkérdést, amire a rendszer nem tud objektív, korrekt megoldást adni, annak azonnal vizsga nélkül megadom az ötöst. És több mint 200 hallgató nem tudott ilyen kérdést feltenni. És akkor mertem úgy dönteni, és elküldtem több szakértő, hozzáértő ismerősömnek, hogy ne puncsoljatok, kapjátok szét, mondjátok meg, mivel a baj. És akkor fölhívott egy ökológus professzor, hát barátom, ismerősöm, mentorom, és fölhívott, erre nagyon nagy baj van a rendszeredben. Hú, mondom, na végre, te legalább megtaláltad, mivel mondjad. Hát, hogy nem én találtam ki. Tehát, hogy ennyi volt a válasza, pedig ő tényleg az ökológiának az egyik, szerintem az egyik legnagyobb alakja itt az országban. Tehát alapvetően akkor mertem kiadni könyvben, amikor ezen túljutottam. Tehát tudom, hogy működik. Egy matematikus zseni elolvasta a könyvet, és azt mondta, hogy tök jó a rendszer, egyetlen egy baj van vele, hogy szerinte nem lesz elég ideje az emberiségnek erre. Ez az egy érvet, mondták, oké, de amíg valaki nem talál jobbat, addig egyrészt elmehetnénk erre, mert az a jó rendszerben, hogyha a legkisebb lépéseket megtesszük, már javul minden. Tehát ha már belekezdünk, késleltetjük a problémát, tehát kitoljuk időbe. Tudnilik, ez a generáció, mivel 10 évünk van, ennek a generációnak az a dolga, hogy a 2040-es összeomlást kitoljuk 2060-ra. Ezt tudjuk mi megtenni. A könyvem ezt le is írja szépen, hogy hogyan. A következő generációnak az lesz a dolga, hogy a 2060-as összeomlásig elérje a tetőzést, hogy ne romoljon tovább a helyzet. És a harmadik generáció fogja tudni elkezdeni visszahűteni a bolygót. Tehát, hogy most minden generációnak nagyon fontos feladata van. És itt a mi generációnkon, tehát mindig mondják, hogy a nevelés, hogy a fiatalokat kell tanítani, és majd ők megváltoztatják a dolgokat. Igen, nagyon fontos a nevelés, de nem az ő kezükben van a hatalom, mire ők felnőnek, tehát ugye a mostani 40-es, 50-es, 60-as generáció kezében van minden pénz, hatalom, politikai, gazdasági, egyéb erő. Tehát mire ők lesznek 40, 50, 60-asok, már nem lesz mit rendbe tenni. Tehát a mostani hatalombirtokosoknak és a mostani családfőknek és a mostani 40, 50 és 60-as generációnak kell azt a dolgot elérnie, hogy a 2040-et 2060-ra kitoljuk. Ezt mi tudjuk megcsinálni? Én nap mint nap teszek, érted? Te mindannyian. Mindenki a maga szintjén. Akkor szerintem el is jutottunk odáig, hogy mi az a 6 programpont, ami mentén ezt a megvalósítást meg kellene ejtenünk, hogy akkor erről legyél kedves néhány mondatot szólni, már csak azért is, mert mielőtt még belevágnánk, el kell mondjam, hogy nekem leginkább az emberek összességével kapcsolatosan vannak fenntartásaim, tehát itt nem vagyunk kellően tudatosak, nem vagyunk kellően nagyvonalúak, az ember tényleg az önzőségét nagyon nehezen vetközi le. Miért ne egyek én itt a Kárpát-medencében tengergyümölcseit, és a többi. Szóval, hogy kíváncsi vagyok ezekre, mik a válaszaid? Egyébként nagyon jó példa volt ez is. Tehát igen, tehát az, hogy ez egy olyan fontos dolog, hogy a szokásainkkal rengeteget tudunk változtatni, de nézzük akkor a programokat. Azért, hogy a rendszer, amit kitaláltam, érthető legyen, ezért 6 alprogramba osztottam föl, amik egymást támogató programok és egy összefüggő rendszerre alakulnak. A 6 program az úgy néz ki, hogy agglomerációs program. Az mit akar? Oké, elmondom a 6 program, és csak elmondom röviden, melyik mit akar, ha így nektek megfelel. Tehát agglomerációs program, revitalizációs program, népességprogram, boldogságprogram, gazdaságprogram és társadalmi program. Ez a 6 program. És a 6 program úgy van kitalálva, hogy ez nem úgy van, hogy az egyiket megcsináljuk, és utána jön a másik, hanem minden programban sok elem van, és ezek párhuzamosan fejlődnek, és egymást erősítik a fejlődésükbe. A revitalizációs program az röviden arról szól, hogy a természeti területeinket pusztítását meg kell állítanunk. Tudnék, az a helyzet, hogy mondjuk David Attenborough is például a klímafilmjeiben elmondja, hogy ugye a klímaváltozás nem csak azért gyorsul, mert egyre több széndioxidot bocsájtunk ki, ugye ezt halljuk mindig, hanem azért mert a természeti erőforrások,
a természet közeli állapotban lévő ökológiai rendszerek veszik ki a légkörből a széndioxidot, tehát ők a nyelők, ők azok, akik minket megvédenek magyarul, és azzal, hogy 70%-át kipusztítottuk, és egyre gyorsuló tempóba pusztítjuk a maradék 30-at, ezzel azt csináljuk tulajdonképpen, hogy a nyelőket, tehát akik minket védenek, azokat elpusztítva, egyre kisebb mennyiségű széndioxid nyelődik el a légkörből. És ez a kettő folyamat egymást erősíti, és ezért gyorsuló a klímaváltozás. Tehát az első, a revitalizációs program arról szól, hogy meg kell állítani a természeti területek pusztítását, és utána el kell kezdeni revitalizációval természeti területeket visszaadni a természetnek, és el kell kezdeni visszavadítani bizonyos területeket a természet részére. Most az elsőre nyilván így naív meg légből kapott, de a pontos rendszer ki van dolgozva, hogy ez hogy lehet gazdaságilag, pénzügyileg, társadalmi, meg úgy megcsinálni, hogy az emberek önérdeke legyen. Erről kíváncsi lennék már csak azért is, mert hogyha ott van az amazonasi esőerdő, és a brazil kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a szarvasmarha tenyésztők számára azt az erdőt felajánlják, nyugodtan pusztítsd el, akkor én Magyarországon mit tudok tenni az ellen, hogy a brazil kormány mit művel, azon kívül, hogy mondjuk újságíróként írok egy cikket a Bolsonaro-nak a borzalmas politikájáról. Mit tudok tenni? Jó. Hogy lesz a relativizáció általam elősegítve? Jó, arról szól a könyvem, sok alapelv van benne, de az első számú alapelv az az, hogy talán, hogy a kérdésed szempontjából legalábbis, hogy mindenki a saját házatáján seperjen. Uh-huh. Magyarul az van, hogy amikor azt mondom, hogy egy magyarországnyi esőerdőt pusztítanak ki Brazíliába, és hogy ez egy olyan nagyságrendű pusztítás, hogy én itt Magyarországon ezzel nem tudok semmit tenni, az igaz, hogy te Magyarországon nem tudsz ezzel semmit tenni. De ugye van egy alapszlogán, hogy gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan. Uh-huh. Nem a te dolgod a brazil problémát megoldani. Uh-huh. A te dolgod az, hogy a magyar problémát megold. És Magyarország is büdös klímaváltozási szempontból. Magyarországon is rengeteg a feladat. Tehát ez az első számú, amit erre tudok mondani. A másik dolog, hogy Magyarországon igen sok mindent tudunk tenni, majd gondolom végén rátérünk a gyakorlati dolgokra is. Tehát rengeteg mindent tudunk tenni. A könyvemben például 138 darab olyan gyakorlati aktivitás van, amit egy magánember meg tud tenni úgy, hogy még boldogabb is lesz tőle az élete, és védi vele a klímát. 138 van a könyvben, azóta egyébként ez tovább nőtt, ez már 200 körül van a fejemben, mert folyamatosan gyűjtöm, majd szeretnék egy ilyen kiadványt is ingyenesen feltölteni az internetre, hogy egy magánszemély mit tehet, már íródik egyébként, és az ingyenesen ilyen letölthetővé szeretném majd tenni. De a lényeg, hogy nagyon sok aktivitást tudunk csinálni, és mi magunk, a magunk házatáján kell rendet raknunk. Mert az a helyzet, hogy lehet hárítani a felelősséget, de azt tényként bizonyítom a könyvemben, hogy 8 milliárd, ugye most elértük már, 8 milliárd ember aprónak tűnő rossz döntése okozza a klímaváltozást. És 8 milliárd ember aprónak tűnő jó döntése tudja ezt megfordítani. Mert én választom a politikusokat, én táplálom a multit azzal, hogy megveszem az eszköz, a termékét vagy a szolgáltatását, én támogatom a rendszert azzal, hogy nem megyek ki tüntetni, és hallgatok, és én ülök be minden nap a dízelautómba, és sorolhatnám. Tehát tök mindegy, hogy mi van, amíg a saját házatáján nem raktál rendet, addig nem kell dumálni a másikról. Mert ez a baj a világban a legnagyobb probléma, hogy mindenki a másikat szídja, és mindenki azt mondja, majd akkor csinálom, ha te is. Na, ezt kell először megfordítani, hogy rá kell döbbenni, hogy az én önérdekem. Mondjuk mondok egy példát. Én 2019-ben elhatároztam, hogy karbon negatív lesz a családunk élete. Most talán ez össze is jön még egy 3-4 év fejlesztés után. Nem karbon semleges, karbon negatívak leszünk. Folyamatosan csökken. Most egy 80%-os kibocsátás megtakarítás fölött jár már a család. Ezt 2009-ben elkezdtem. Most... Bocs, és ezt hogyan tudod megtenni? Hát, napelemmel, ha van idő, végig is, hogy napelem, napkollektor, hőszigetelés, nyilászáró csere, csapadékvízgyűjtés, komposztálás, leraktuk a húst, leraktuk a tejet, sorolha, nagyon sok minden van. Tehát most csak egy pár példa. Tehát most elektromos autó, mit tudom én, tehát nagyon, van, ami drága ezek közül, van, ami nem, mert valami szokás. Tehát leraktuk a kávét, nem eszünk tengeri halat, Európán kívül élelmiszer csak ünnepekkor fogyasztunk,
Tehát nagyon sok apró, nem eszünk chipset, vigyázzunk, hogy pálmaolaj ne legyen abban, amit veszünk. Tehát rengeteg mindent lehet tenni. Tudatosság. Igen, valami nem kerül pénzbe ebben, mert az elektromos autó drága, nem mindenki teheti meg, vagy de valamit igen. Na és visszatérve ide, 80% körüli kibocsátás, megtakarítás fölött jár a család, karbonnegatívak leszünk 5 éven belül, de hogy az önérdek hol kapcsolódik ehhez? Ott kapcsolódik, hogy most elvileg energiaválság van, és nagyon sokan fognak ezen a télen szenvedni a gázszámlától. És fognak szenvedni a drága áramszámlától. Nekem az egész házam rezsije kevesebb, mint az internet díjam. Nagyon sokat netezel? Nem, az internet díj 12 000 forint. És minden más rezsiköltségem nincs 12 000 forint a házamban. Szóval, hogyha karbon negatívvá válsz, akkor majdnem, hogy nószadóra ki tudsz jönni a rezsit tekintve? Persze, rendszerhasználati díjakból él a házam. Uh-huh. Vízdíj van, meg rendszerhasználati díj van. Semmi más nincs. Tehát, hogy hol kapcsolódik össze? És nem vagyok kitéve az ukrán háború vackainak, meg a multinacionális, meg politikai döntések áremelkedéseinek, hanem a családom biztonságban él. És ezt úgy tudtam elérni, hogy én minden évben betettem ebbe valamennyi pénzt, és azt nem mondjuk, mit tudom én, Új-Zélandi vagy Seychelles-szigeteki nyaraláson költöttük el. Tehát, hogy hanem erre tettük, és büszkék voltunk rá, és propagáltuk, és másoknak is példát mutattunk vele. Ez egyébként jó érzés azt volt. Azt elhiszem. Nekem ebben mindig egyetlen egy dolog a nehéz, hogy ilyenkor eszembe jut az, hogy akkor lehet, hogy végül is igazi változást elérni, csak a világnak a sokkal kisebb fele tud, mert hogy ezek közül, a világnak egy tök nagy része, a 8 milliárdot tekintve él olyan körülmények között, akik ebből a tiszta vizet sem sorolhatják oda magukénak, hogy akkor mégis az, aki, tehát hogy annak kell ez az üzenet leginkább azoknak szól, akik tényleg tudnak valamit tenni, és azok pedig sokszor azok az emberek, akik azt mondják, hogy jó, majd, hogyha a tudomány valamit kitalál, vagy hogyha tényleg nagyon nagy baj lesz, de addig élek a kényelmes életembe. Szóval, hogy az, hogy te olyan intellektuális felvilágosultsági szinten vagy, amilyen nem vagy, ez nagyon jó, csak a legtöbben sajnos nem ilyenek, szerintem. Vagy nekem ez mindig olyan ilyen ijegységet okoz, hogy rendben van, de akik ezt csinálják, amit te most felsoroltál, még mindig a 8 milliárdnak egy nagyon pici része, hogy ezt valahogy meg kéne növelni. Tehát, hogy olyan megoldásoknak is kéne lenni, amit bocsánat, beleszólok, de ugye itt még van egy másik oldala is, vagy pontosabban ennek van egy ellenbetülete. Az, hogy azok, akik szegény sorban élnek a világban, nem jutnak tiszta ivóvízhez, azok lényegesen kisebb ökológiai lábnyomot hagynak maguk után, mint azok, akik a nyugati kapitalista társadalmakban égetnek szarra minden. Igen. Tehát ebben egyetértünk, tehát azt kell látni, hogy valaki minél gazdagabb, tisztelt a kivételnek, azok általában azoknak az ökológiai lábnyoma sokkal nagyobb, tehát a leggazdagabb 20% felel a kibocsátások 80%-áért. Igen. Az ugyanúgy, mint ahogy az anyagiak. Tehát magyarul, akinek több pénze van, az többet tud tenni. Tehát az én könyvem nem arról szól, hogy mindenki tegyen napelemet a házára és járjon elektromos autóval. Arról szól, hogy mindenki a maga szintjén tegye meg, mert 8 milliárd ember aprónak tűnő rossz döntései okozzák a klímaváltozást. Tehát senki sem vonhatja ki magát belőle, mindenkinek a maga szintjén kell megtennie azt, amit tud. Uh-huh. És ha mindenki megteszi, megváltozik a világ. Ha nem teszi meg, akkor az emberiség kírja magát az evolúció történetéből, és akkor majd lesz valami baktériumból elinduló újabb evolúciós folyamat, és majd x millió év múlva, vagy x százer év múlva lesz majd egy új magasrendű faj, amelyik majd okosabb lesz, mint mi voltunk. Tehát ez a két menet van. De amire mondtál, hogy el vagy keseredve az miatt, hogy kevesen vannak. Igen, de minden bokor honnan kezdődik? Egy csírából. Aztán előbb-utóbb lesz belőle egy kis növényke, aztán lesz belőle egy bokor, aztán lesz belőle egy nagy bokros cserjés, akármilyen terület. Tehát minden innen indul. Amikor az ipari forradalom idején el kellett hitetni az emberekkel, vagy előtte mondjuk a francia forradalom környezetében, akik jobbágysorban lévő emberekkel, hogy figyelj, lehet szabadon élni, és te is élhetsz úgy, mint a gazdagok, ugyanolyan jogokkal, hát az embereknek szerinted mennyi idő kellett, még ezt elhitték? Tehát, hogy a változás az mindig ilyen.
Csak az volt eddig a baj, hogy mindenki azért sírt, hogy nincs megoldás. Látjuk, hogy nagy a baj, nincs megoldás. De akiknek elmesélem, van elég idő, és el tudom mondani, hogy megoldás. És a hallgatóim, képzeljétek el, az egyetemi hallgatóim, pedig nem kérem tőlük, minden óra végén állva tapsolnak. Nem kamuzok, egyetemi előadás. Elhiszem. Tehát azért, mert a klíma szorongásukból megoldást kapnak, és én erre nem azért vagyok büszke, mert az egóm, hál' Istennek azt már sikerült összetörnöm egy ideje az egómat, hanem mert annyira csodálatos érzés, hogy látják. Remény nyújtasz. Igen, és hogy nekik, és ők látják, hogy ez jó, és belelkesednek, és nyomják, és a maguk életébe beteszik. Volt egyszer egy illető, aki elolvasta a könyvet, és írta, hogy és akkor utána a szomszédja elkérte tőle. És akkor a szomszédja fölhívott, hogy az egész családunk életét megváltoztatta ez a könyv, hogy milyen hálás. És nem, és ezért érdemes, semmi másért. Tehát, hogyha valaki, tehát a legtöbb ember, azt mondom, hogy az emberek 80-90%-a jó szándékú. Tehát nem azért vagyunk rosszak, mert rosszak akarunk lenni, hanem mert nem tudjuk, hogy rosszat teszünk. De az emberek 80%-a jó szándékú. Tehát, hogyha ő kap egy olyan megoldást, ami a lelkével, a gondolkodásával összhangban van, ez a rendszer olyan, akkor magáévá teszi és csinálja. Tehát például, hogyha a kedvenc példám, ha megeszel egy marhahús pogácsás hamburgert, akkor az 40 km autózásnak megfelelő üvegházhatású kibocsátás, gázkibocsátás, egy hamburger. Hogyha ezt lecseréled vegaburgerre, 40 km-nyi autózást megsporolsz a világnak. Egy húspogácsával, mert az a marhahús az a klímapusztítóbb élelmiszer, és ez ennyire durván klímapusztító. Viszont, amíg nem tudtam, addig néha én is ettem ilyet. És mióta tudom, azért. Mióta tudom, azóta vegaburgert teszek, és semmivel sem romlott az életszínvonalam, semmivel sem lettem szegényebb, vagy akármi, ugyanolyan jól érzem magam a bőrömbe. Viszont, ugye mi a helyzet? Hogyha ezt megtudják az emberek, 10-ből 8 utána tuti ezt fogja csinálni, ha megtudja. Hogy a kettő továbbra is meg fogja enni a marhaburgert, és azt mondja, hogy olyan lesz, mint tudod, az a hal a tengerben, amelyik, tudod, úgy hívják, hogy szarikrája, tudod, amelyik nem foglalkozik semmivel. Tehát az a lényeg, hogy nyilván lesz egy mindig ez az a 15-20% a társadalomnak, aki nem fog vele foglalkozni. De akkor is a népesség nagyobbik fele alapvetően jó szándékú, alapvetően megoldást keres, és amit tud, az beletesz az életébe. A jó szándék az emberekben megvan, ezt látom nap, mint nap. Kicsit olyan érzetem van az emberiséggel kapcsolatban, mint a béka, amelyiket ugye megfőzzük, és nem veszi észre, hogy megfőzzük. Ez olyan, ez pont olyan. Gyakorlatilag itt tartunk. Illetve ott, hogy a második programpontnál. Mi a harmadik? Ugye az első volt a revitalizáció, a második az agglomerációs program. Az agglomerációs program az arról szól, hogy a települési rendszereinket hogy kell úgy átalakítani, hogy a természeti területeknek elég helyet tudjunk adni, és az emberiség mégsem, az emberiségnek az ellátási színvonala mégsem romoljon. Mert jelenleg az a nagy problémánk, hogy a település és úthálózat szerkezetünkkel szétszabdaljuk a természeti erőforrásokat, ez ilyen mozaikosodás jelenségét okozza, ami az ökológiai sokszínűséget rombolja. És az a helyzet, hogyha ezt megszüntetjük, akkor az ökológiai sokszínűség nő. És ugye David Attenborough is elmondta, hogy az minél sokszínűbb ökológiailag egy rendszer, annál több széndioxidot von ki a légkörből. Tehát nem elég, hogy területileg elkezdjük visszaadni a természetnek a területeket, hanem a természetet vissza is kell vadítani, magyar az ökológiai sokszínűséget fokozni kell, és ezt ezzel fogjuk tudni megoldani. Hogy egy érdekességet mondjak, mert a program azért részletesebb ennél, az az alapelv, hogy a természeti területeken jogot adunk a természetnek. És az agglomeráción belül az embernek maradnak ugyanúgy az elsőrendi jogai. Magyarul az ember az agglomeráción belül ugyanúgy éli a mezőgazdasági, ipari, lakhatási és rekreációs tevékenységeit, viszont és ott ugyanúgy az ember ugyanúgy pusztítja a természetet, ahogy neki jó esik, azt csinál vele, amit akar, mert ugye ezt csináljuk jelenleg az egész bolygón, viszont a természeti területeken a természetnek adunk elsőrendi jogokat, és ott az embereknek nincsenek jogaik, és az agglomerációkból létrehozunk olyan szervezetet, ami demokratikusan, bírósági tárgyaláson védi a természet jogait
Tehát, hogyha mondjuk elmegyek a természeti területbe, kivágok illegálisan egy fát, akkor engem beperel a természeti területet védő jogvédő szervezet, és bíróságon ugyanúgy, mintha egy másik ember ellen tettem volna, ugyanúgy bíróságon elbírálják, hogy mi a problémám. És ez az alapelv adja meg a lelkét annak, hogy az ember és a természet újra elindul egy egyensúly irányába, mert ugye jelenleg azt gondoljuk, hogy az egész föld a miénk, és azt csinálunk, amit akarunk. Ez egy ilyen alap bekötődés, ami egyébként hibás. És ezzel jogot adunk a természetnek csak területileg lehatárolt zónákban, azzal visszaadjuk a természetnek az esélyt, hogy visszaerősödjön. Ez kb. Olyan, mint egy erőt beépítenénk be magunkat? Tehát a városaink köré húzunk egy falat, ami nem effektíve egy falként van felhúzva, hanem egy határvonalat megszabunk magunknak? Hogy gondolod? Olyasmi, igen. Tehát úgy kell elképzelni, hogy az az alapdefiníció a programban, hogy egy távoli jövőben, nyilván nem most, de hogy ezt évtizedes léptékben gyönyörűen lehet abba az irányba fejleszteni a település szerkezetünket, azt is le van írva, hogy hogyan, de az a lényeg, hogy az az alapdefiníció, hogy egy agglomeráció az egy zárt körvonallal körülhatárolt terület, és minden egyes agglomerációt csak természeti terület vehet körbe. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy összefüggő zöld természeti területhálózat a Földön, távol jövőben, amiben szigetekként vannak az agglomerációk. És csak az egyik helyről nem tud átmenni az ember a másikba? De át tud menni, úgy tudna átmenni a távoli jövőben. Hogyha repülni nem lehet? Hogy repülhet, de az is csak ugye definiált csatornán keresztül, tehát légi folyosón keresztül, hogy a madarak vándorlását meg egyebeket ne akadályozza, de a másik, hogy az úthálózat az úgy egyszerűsödne le, hogy minden agglomerációk pár között csak egy szélessávú közlekedési út lenne, ami egyben közműsáv is, és ez az út két oldalán lévő ökológiai rendszer összekapcsolásához szükséges legkisebb hosszon alagútba megy. Tehát az ökológusok határozzák meg, hogy mondjuk ez 2 km, vagy 8, vagy 600 méter, hogy az ökológiai rendszer kapcsolata ökológiailag aktív maradjon, és azon a szakaszon ez alagútba van téve, vagy fölé van rakva egy széles híd, most ez tök mindegy, ez egy építőmérnöki kérdés. Tehát ezzel az összekapcsolást megtartjuk. És az összes, bocsánat, a szakkifejezésért alárendelt zergebaszta utat megszüntetjük a természeti területeken keresztül, tehát az agglomeráción belül ugyanolyan sűrű össze-vissza úthálózat maradhat, de a természeti területeken keresztül agglomeráció páronként csak egy ilyen nagy teljesítményű közmű és közlekedési kapcsolat van. Alapvetően úgy tűnik, mint hogy az emberiség kifejezetten költözne folyamatosan a városokba. Tehát az urbanizációs folyamat folyamatosan zajlik. Ez számomra azt feltételezi, hogy minél nagyobb természetes közeget hagyunk hátra, amelyik saját maga a természetes élőmódján fejlődhetne. Így van. Ha ezt rendszer szinten így csináljuk, az urbanizáció folyamata, tehát a könyvemben mindig leírom, hogy milyen csiráiban elindult folyamatok vannak, lappanganak már a rendszerbe, ami az én elképzelésemnek az erősítése. És ez az egyik, hogy az urbanizáció folyamata miatt ugye egyre jobban tömörülünk egyes területekre, tehát magyarul az agglomeráció alakítás ösztönösen is működik. Csak mivel nincs mögötte rendszer szintű vezérelv, ezért egy ilyen káoszos összevisszaság szerint alakul, viszont hogyha ezt rendszer szinten beépítjük mondjuk a településrendezési terveinkbe, országos településrendezési terv, vagy ilyen dokumentumok vannak, akkor ezek nagyon célirányosan tudnak alakulni, demokratikusan tudnak alakulni, de célirányosan. Tehát nem úgy, hogy ilyen össze-vissza, mert most jelenleg nincs rendszerelv, és ez miatt, tehát mivel nem veszünk figyelembe bizonyos szempontokat, olyan, mint hogy egy hajó menne kormányzás nélkül. Tehát úgy, amerre viszik a hullámok. Most egy kicsit így alakul a társadalom. Mekkora lenne egy ilyen agglomeráció mondjuk Magyarországon? Milyen területen, meg hány ember lakna egy ilyen civilizációs buborékot? Nem is tudom. Hát az agglomeráció az nagyon bármekkora lehet. Az agglomeráció az alapján alakul, hogy úgy indul a program, hogy számba kell venni az összes még meglévő természeti területet, és ezek a természeti területek, mint visszavadítási magokat kell elképzelni, és ezek határozzák meg az agglomerációk határait. Mert ezeket meg kell először védenünk, és ezeket kell visszavadítanunk. Tehát nem az alapján csinálunk agglomerációkat, hogy mikor az országhatárok hogy vannak, vagy a település jogi határok.
vagy a megye határok, uh-huh. hanem az alapján kezdjük az agglomerációt kialakítani, hogy a természeti adottságok mit szabnak meg nekünk. Tehát mi alkalmazkodunk, mi nekünk kell alkalmazkodni a maradék természeti területekhez, mert ők a megmentőink. Tehát ez olyan, tehát nem szabad őket, tehát az olyan, mintha valaki téged meg akarna megmenteni, te meg leszúrnád. Tehát most ezt csinálja az emberiség. Tehát aki meg akar minket menteni, azt meg kell óvnunk, mert ő a mi védő angyalunk. Na, az ökológiai rendszerek ilyenek. Wow. És ehhez igazítjuk. Tehát Magyarországon is van egy elképzelésem, körülbelül 5 agglomerációval lehetne lefedni egyébként Magyarországot. Erre akarok csinálni egy térképet, csak még energiáim még ideig nem jutottak. Akkor ez azt jelenti, hogy kb. Lenne 5 olyan népsűrűs, nem, csak annyi lakosú közigazgat, tehát kvázi ilyen buborékszerű város, mint mondjuk Budapest. Tehát olyannyi ember élne Perstük, tehát, mondjuk vagy... a Pécs és környék agglomeráció, hogy én Pécsről jövök, az egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen félmilliós agglomeráció lenne. Aha, a Budapest és környéke agglomeráció, az körülbelül egy ilyen 4 milliós, 3,5 milliós agglomeráció lenne. Ez oké, és csak mi van akkor, hogyha ezeknek az embereknek az élelmezéséhez szükséges nyersanyagokat valahol meg kell termelni. Tehát ugye ott van Budapest agglomeráció 4 millió fővel, viszont ahhoz, hogy ezt az embermennyiséget etetni lehessen, ahhoz termőföldekre van szükség, ami kapásból nem a természetes környezetet erősíti. Mi van a termőföldekkel? Hogyan lesz élelmezés? Azért csodálatos a kérdésed, mert ugrottunk megint egy programot. Na, az ugye, nem is baj. Ugye a népességprogramot és a boldogságprogramot most átugrom, mert ugye a könyvszerint is sorrendben nézve, és ugye a társadalomprogram és a gazdaságprogram az arról szól, hogy hogyan tudunk társadalmilag és gazdaságilag ehhez hozzáidomulni. És az agglomerációs program, most egy kicsit csapongok, mert összetett kérdést tettél fel, az 8 alkalmazkodási stratégiát rögzít. Ami azt jelenti, hogy van 8 féle lehetőség. Ja, mert azt nem mondtam, a legfontosabb szempontot, hogy az agglomeráció arra esküszik fel, hogy kitűz magának egy időpontot, és azt mondja, hogy addigra az ő kibocsátásai egyensúlyba kerülnek a körülötte lévő természeti területek asszimilációs képességével. Ez az alapelv. Tehát, hogyha minden a Föld összes lakossága agglomerációkba tömörül, és minden agglomeráció eléri, hogy ő körülötte lévő közvetlen természeti területekkel egyensúlyba kerül kibocsátásba, akkor a Föld megmenekült. Ez az alapelv. Na most, hogyha most azt senki sem mondta, hogyha egy agglomerációban nincs elég helyben termelt élelmiszer, akkor ne lehetne a szomszéd agglomerációból hozni. Ez nincs benne a rendszerben. Most is importálunk még fokhagymát is Kínából, ami vicc, de ettől még így van. Vagy például porpaprikát Chiléből, ami megint vicc, de ettől még így van. Tehát alapvetően ezt nem mondja a rendszer, hogy az agglomerációnak élelmiszer, tehát mindenféle erőforrás tekintetében önállátónak kell lennie. Uh-huh. Azt mondja a rendszer, hogy az agglomerációnak az összes helyben kialakított kibocsátása egyensúlyba kell, hogy kerüljön mondjuk 20-30 év múlva a körülötte lévő természeti területek asszimilációs képességével. Nekem azért tetszik, mert itt nem arról van szó, hogy na, már pedig így és így kell kinézni egy-egy agglomerációnak, hanem ahol van mondjuk egy 100 fős település, amelyik hasonlóképpen tud élni, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt egy ilyen kis közösség, tanya, faluszerűség formájában, hogyha ők az ökológiai lábnyomukat lecsökkentik, akkor ők élhetnek abban a saját agglomerációban. De ugyanez igaz Los Angeles mértékére is, ami a világ egyik legkiterjedtebb városa területileg. Így van, tehát az a jó a rendszerben, hogy van 8, amit most nem fog tudni elmondani, mert ez önmagában egy óra, de van 8 alkalmazkodási stratégia a könyvben, és mindegyik agglomeráció a saját kulturális és gazdasági berendezkedése szerint a 8 féle alkalmazkodási stratégiát bármilyen arányba csokorba szedheti, tehát eldöntheti azt, hogy csak 2-t használ, vagy a 8-ból az egyiket 3%-ba, a másikat 35%-ba, tehát mindenki egyedi, tehát minden agglomeráció egyedi, és minden agglomeráció helyi, kulturális és gazdasági egyediséget tiszteletbe tartva tud alakulni erre a rendszerre. És pont az a jó az agglomerációban, hogy most uniformizálódik a világ, de az agglomeráció úgy van kitalálva, hogy a helyi kultúrát, a helyi értékeket erősíti. Minden agglomeráció egyedi lesz a jövőben, nem uniform. Van olyan település vagy falu, ami adott esetben logisztikai, nem tudom, bármilyen szempont miatt kimarad egy agglomerációba, és mondjuk
transportálni kell oda, tehát átköltöztetni embereket ilyen van, vagy akkor azokkal mi lenne, ha... Minden település agglomerációba kell rendeződjön. Uh-huh. Minden település. Olyat el tudok képzelni, hogy az agglomerációvá való alakulásnál bizonyos falvak zsákfalvak lesznek, uh-huh. és ezek közül a zsákfalvak közül némelyik szépen lassan elsorvad. De ez demokratikus. Most is vannak ilyen falvak. Ez zajlik. Tehát ez zajlik most is. Tehát igazándiból most is mennyi falu van, hogy előregedik, tudjuk, hogy 20 év múlva már senki se fog ott élni. Uh-huh. Ezt a folyamatot egy kicsit fel fogja gyorsítani az agglomeráció, de ez egy természetes folyamat, és ez mind demokratikusan fog történni. Tehát senki se fog senkit kiköltöztetni, senkit se fog áttelepíteni. Világos. Hanem egyszerűen az urbanizációs folyamatok felgyorsulnak, mert hatékonyabbak lesznek, mert célirányosak lesznek politikailag, település szerkezetileg irányítottá válnak. Mi a következő programpont? Beszélnék mondjuk a népességprogramról. Ugyan az volt a legnehezebb, hogy hogyan lehet demokratikusan megoldani a népességszabályozást, nem népességszabályozást, hanem népesség növekedést. Nagyon sokszor kaptam olyan véleményt, hogy hát találhatsz te ki akármit, a népesség növekedés úgyis kipusztítja az emberiséget, mert ugye tényleg az van, hogy ugye most azt mondják, hogy az ENSZ világmodellek szerint, népességmodellek szerint ugye 2050 körül fog tetőzni az emberi népességszám 9 és 14 milliárd között. És ugye a biológusok, angol biológusok már 15-20 éve is leírták, hogyha ugyanezekkel a táplálkozási szokásokkal élünk tovább, akkor ennyi ember élelmezéséhez a Föld összes biomasszájának 80-85%-át élelmiszer termelésre kell fordítani. Tehát, hogy így lehetetlen fönnmaradnunk. A demokratikus népesség csökkenés, az nagyon szépen fel van építve, három szabálya van, nem tudom, hogy lesz-e idő ilyen részletekbe belemenni, de nagyon három egyszerű szabállyal meg lehet értetni az emberekkel, hogy hogyan, tehát meg lehet állítani a népesség csökkenést. Az első számú szabály, abban azért belekezdek, az az ingyenes, alanyi jogon történő fogamzásgátlás. Nem, mint a népesség növekedés. Népesség növekedés, nem tudom, fordítva mondtam, elnézést. Tehát a népesség növekedés megállításának az első számú szabálya az ingyenes, alanyi jogon történő fogamzásgátlás. A nők, tehát nem Magyarországon, itt azért viszonylagos egyenjogúság van, de más szegényebb világokban a nők ki vannak téve a férfiúi önkénynek. A férfi kezében van a hatalom, az erő, ő a pénzkereső, hazamegy hulla fáradtan, nincs más szórakozása, elnézést kérek, hogy így fejezem ki magam, de megrakja az asszonyt, fogamzásgátlás nincs, bejön a baba, a nő meg mit tud csinálni, kihordja, és hát azért, hogy lelkileg ezt feldolgozza, akkor nyilván Isten ajándéka, és akkor így megbékél magával. De a 12. gyereknél ez már nem biztos, hogy akkor a buli. És közben meg ezek a gyerekek éheznek, stb. Nem kell részletezni. Tehát és ki van tudományosan bizonyítva van, hogy az alanyi jogon történő fogamzásgátlás gazdaságilag a második leggazdaságosabb klímavédelmi módszer. Ezt közgazdások kiszámolták, a napelem az első, a napenergia hasznosítás a második, az alanyi jogon történő fogamzásgátlás. Ebből azokból kifolyólag, hogy a túlnépesedés görbéjét tompítja? Persze, a túlnépesedés görbéjét tompítja, és azért is, amiről a könyvemben ugye a lelkiségről sokat, most akkor a másik két pontról nem beszélek, mert az idő miatt, de akkor áttérek a boldogság programra, mert ez most ide becsatolódik. Ugye tudjuk azt, hogyha valaki nem vár gyerek, ma már azért pszichológiai szinten, lélekkutatás szintjén ezt tudjuk, hogy ha valaki nem vár gyerek, akkor ő egész életében egy belső ürességet és frusztrációt fog érezni. És azt is tudjuk, a könyvemben bizonyítom és szépen felépítem, hogy ez hogy van, hogy valaki minél több lelki sérüléstől szenved, annál hajlamosabb az addikciókra. És valakinek minél több az addikciója, annál többet fogyaszt. Annál életpusztítóbb életet él, még akkor is, hogyha ezt tudatosan nem tudja magáról. És hogyha és jelenleg... Hagyj érzem meg zárójelbe, hogy itt például arról van szó, hogy nem kizárólagosan droghasználatról, vagy dohányzásról, hanem például vannak, akik vásárolnak ész nélkül, tehát az is táplálja csak a túlfogyasztást. Vagy csak a sima folyamatos zabálás, aminek ugye egyre több... Pontosan.
Igen. Igen, tehát az evésfüggés, a vásárlásfüggés, a pornófüggés, a drogfüggés, az alkoholfüggés, a munkamánia, ugye ez nagyon divatos. Igen. Tehát nagyon sokféle függési forma van, de ez mind életpusztító életforma, és bebizonyítom a könyvembe, hogy a minél több addikciója van valakinek, annál életpusztítóbban él, még akkor is, hogyha ő környezettudatos gondolkodó, mert az ösztönei, az addiktív ösztönei egyszerűen életpusztító döntésekre sarkalják nap, mint nap. Uh-huh. Most visszatérve... De érdekes, amit mondasz. Erről szól a boldogságprogram. Nézd meg az amerikai társadalmat. Hogy menj, egyre gazdagabbak, és egyre inkább pusztítják önmagukat, egyre többet termelnek, és azt a saját pusztításukra használják. Így van. Ezért angol nyelven készült a második könyv, remélem ott ez betrapál. Mármint a könyv második nyelve az az angol, aztán utána nekiállok a németnek. De az a lényeg, hogy és itt jön a boldogságprogram, hogy bizonyítja azt, hogyha a lelkünk gyógyítását helyezzük előtérbe, akkor a lelkünk gyógyulásával, ahogy egyre jobban, egyre kevesebb lelki sérüléstől szenved a lelkünk, úgy egyre kevésbé leszünk klímapusztítók, mert bebizonyítom a könyvemben, hogy a lélek egészsége és a klímapusztítás csökkenése között egyértelmű párhuzam van. Tehát ami a léleknek jó, az a földi klímának is jó. Erről szól a boldogságprogram. Nem úgy jó a léleknek, ahogy most gondoljuk, hogy elmegyek és szétvásárolom magam, megveszem a 82. pár tipegőmet a plázába, és akkor hú, de boldog vagyok 15 percig, aztán bevágom a gardróbba, hanem a valódi lelki értékek mentén, hogyha elkezd az emberiség fejlődni, akkor pillanatok alatt elkezdünk ökotudatosabbakká válni ösztönösen. És belülről jön a változás, nem kell magamra erőltetni. Én régen egy nagyon önpusztító ember voltam, életpusztítón éltem, sok addikciótól szenvedtem, én ebből kijöttem különböző módszerekkel. A második könyvem arról szól, hogy ami most íródik, már majdnem kész van, hogy hogyan tud egy átlag ember hatalmas lelki fejlődésen átmenni, úgyhogy ezt önmagának idézi elő, egy módszer dolgoztam erre ki, mert én már végigcsináltam, és most ezt szeretném az embereknek elmondani, hogy a boldogságprogramhoz adok nekik egy eszközt, ez a második könyv. De a lényeg az, hogy visszatérve ide, hogyha most ugye mindenki a testi, tehát a külsejével van elfoglalva, meg az egzisztenciás pénzügyi dolgaival. Tehát ez nem baj. Csak közben elfelejtettünk a lelkünkkel foglalkozni. A legtöbb ember már a lelkiismeretet sem hallgatja meg. És nem veszi észre, hogy bekerült az élete egy borzalmas dugóhúzóba, és nem veszi észre, hogy ezáltal lett klímapusztító. Tehát abban a pillanatban, hogy észreveszünk azt, hogy nem csak az anyagi és egzisztenciális világ van, racionális világnak hívjuk, meg a testünk, jó kaja, jó külső, mit tudom én, hanem a lelkünk is van, és a lelkünket visszatesszük arra a szintre legalább, ahol most a testünket és az anyagiakat kezeljük, abban a pillanatban egy pár év leforgás alatt 30-40%-kal csökken a föld kibocsátása. 30-40%. Ezt is bebizonyítom a könyvemben. Ennyi kell csak hozzá. És itt kapcsolódik össze az önérdek, mert én a saját életemből látom, hogy mondjuk 6-8 évvel ezelőtt az életemet, hogyha egy szóval kellett volna jellemeznem, akkor azt mondtam volna, hogy küzdelem. Minden nap küzdöttem valamiért. Az egész életem egy küzdés volt. Ha a mai életemet kéne egy szóval jellemeznem, azt mondanám, hogy csoda. Tehát abban a pillanatban, hogy az addikcióinktól megszabadulunk, függetlenül attól, hogy az tudott vagy tudatlan addikció, mert nagyon sokan még az önismeretnek annak a szintjén sincsenek, hogy rájöjjenek, hogy milyen addikcióik vannak, de ebben is lehet segíteni nekik. Tehát az a lényeg, hogy abban a pillanatban, hogy ezeket a láncokat leszedjük magunkról, az élet egy ilyen flow-vá alakul, egy ilyen csodálatos áramlássá, ami hozza nap mint nap a csodákat, mint például ez a mai beszélgetés. Egyetértek. Tehát, mert ez egy olyan beszélgetés, hogy ez egy élmény számomra, és csodálatos érzés, hogy itt lehetek. És nem puncsból mondom, hanem őszintén így érzem. Tehát és egy szó a csoda. És abban a pillanatban az van, hogy ösztönösen kezdünk el olyan döntéseket hozni, mert nekünk a lelkünknek ez esik jól, ami egyébként mellesleg a klímát is védi. Megváltoznak a preferenciáink. Megváltoznak a belső igényeink. És visszatérve a népességprogramra, hogy jelenleg 10 emberből 7 nem vár gyerek a Földön. Wow, ezt is bizonyítom a könyvemben. Az egész világon? Igen, világátlag. Bizonyítom a könyvemben. 10 emberből 7 nem vár gyerek. Tehát valószínűleg az itt ülők között
gondoljuk el, hogy hányan vár gyerekek. És aki nem vár gyerek, az mivel pocaklakó korban egynek érzi magát az édesanyjával, és tökéletesen átérzi pocaklakó korban az anyjának a lelkét, ezért, hogyha nem vár gyerekként jön a világra, óriási bűntudatattal kezdi az életet. Mert azt érzi, hogy egy teher az édesanyjának. És ezt elfojtja, és egy ürességként jelenik meg az életünkben, ami jelen egész életünkben addikciókba menekülünk. Én találkoztam 30 pluszos nőkkel, akik így élték az életüket, pontosan ilyenoknál fogva. Nagyon örülök. Hát én nem annyira örülök. Nem azért, azért, hogy a tapasztalásod igen, ezzel összhangban van. Ezért örülök, nem azért örülök, hogy ők ebben szenvednek, bocsánat. Meg az, hogy én szenvedtem ettől. Akkor ezt tudod. Én egyébként nem várt gyerek vagyok, és én ebből kigyógyultam, és azt is tudom, hogy hogy kell. De visszatérve a problémára, képzelj el egy olyan generációt, ahol minden gyerek várt gyerekként születik. Abban a világban mennyivel nagyobb lesz a világ béke esélye, mint most? Abban a világban mennyivel nagyobb esély lesz egy harmonikus társadalomra, mint most? Tehát, mert alapvetően ez a belső üresség, ez egy menekülés, és ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy addikciókba és egyéb problémákba, veszekedésekbe, csatákba menjünk, mert el kell futnunk azelől a belső végtelen üresség felől, ami még olyan mélyről jött, hogy már azt se tudjuk, hogy az micsoda, de egyébként ez. És 10 emberből 7 ettől szenved. Úgy, hogy nem is tudja, hogy ettől szenved a legtöbb. Van, aki azért az önismeretnek erre a szintre jut, hogy én is eljutottam oda, meg több ismerősöm, aki eljutott ide, de ettől még, és ez a rendszer, az ingyenes fogamzásgátlás például, meg van több pontja a népességprogramnak, az hihetetlenül elkezdi lecsökkenteni azoknak az arányát a populációban, akik ilyen hihetetlen ürességektől szenvednek. Tehát magyarul a legaddiktívabb réteg, aki egyébként a legnagyobb klímapusztító is, tudattalanul, az kezd el kigyérülni a populációból. Azért, mert ingyenesítettük a fogamzásgátlást, meg kiegészítettük még két fontos szabállyal. Most így összekapcsoltam a boldogságprogramot és a népességprogramot, és a boldogságprogram még kitér a lelki rezgés szintekre, mert tudnélik mérhető bárkinél, hogy milyen a boldogság szintje. Kineziológiai módszerrel bármelyik kötöknél 3 percet meg tudnám mérni, hogy milyen a valódi boldogság szintjetek. Mert hogy kell csinálni, mert én még nem is tapasztaltam, nem hallottam. Testválasz módszernek hívják. Testválasz módszer, a kineziológia 80-as évek óta tudja, elfogadott tudomány. A kineziológia bizonyos ágait például az olimpiai sportolók felkészítésére is használják már, tehát ez nem kuruzslás, mert sokan lesöprik, hogy ez kuruzslás, de nem az. És az a lényeg, hogy a kineziológia testválasz módszerével bárkinek meg tudnám mérni 3 percet, hogy milyen a boldogság szintje. És ez azért érdekes, mert az egónk állandóan hazudik nekünk. Tehát magyarul az egónk mindig megidealizálja, hogy amiben vagyunk, az miért jó. Én amikor régen szenvedtem az addikcióimtól, akkor az addikcióimat védte az egóm. És ezért egy álca mögött vagyunk, mert az üresség elől menekülünk, ami bennünk van, és ezért magunknak hazudunk. Magyarul nem is vagyunk tisztában azzal, mennyire vagyunk boldogtalanok, mert az egónk mindig szépít. És hogyha valakinek oda vágják a képébe, figyelj, ennyi a lelki rezgés szinted, bocs, akkor van egy mérőszám. És a nyugati ember mérőszámokból ért. Tudnélik 20 és 1000 között lehet ez az érték. A könyvben le van írva pontosan a skála, most egy kicsit kevés az időnk, így nem tudok mindenbe így belemenni, de 20-tól 1000-ig meg lehet mérni, hogy kinek mennyi az érték. És azt is meg lehet nézni, hogy ez a világ populációjának hány százalékában vagy ezzel benne, és az azt is egyből megmondja, hogy a te valós boldogság szinted mennyi, amit az egód nem szépít, hanem a valóság. És akkor így le lehet döbbenni, hogy úristen, tényleg? És akkor lehet azt mondani, hogy jó, de akkor melyik az a szint, ahol én már mondjuk csodának hívok minden napot? Mint az én életem. Mondjuk én eljutottam erre a szintre 6-8 év leforgása alatt. De rövidebben is lehet, azért írom a könyvet, hogy másoknak kevesebb idő legyen. De ilyenkor mit mérnek egyébként ennél konkrétan a kineziológiai vizsgálatnál? Tehát hogy milyen mérések, milyen paraméterek alapján lehet kvantifikálni 20 és 1000 közötti skálán a boldogságot? Van egy skála, amire te ránézel, tehát a tested, van egy fura szabály, ami elsőre lehet, hogy meglepő, mondjuk de évtizedig gondolkoztam azon, hogy miért van az, hogy a ponynak bedobod a kukoricát, és ő megeszi, vagy mondjuk a polipízű bojlit, és ő megeszi, miközben életében nem látott se polipot, se kukoricát, mert hogy nem terem a víz alatt, meg édes vízben nincs polip. És mégis tudja, hogy az neki jó.
nem értettem, hogy ez miért van. Aztán mondjuk a kutyám, akit kiskorában elvettünk az édesanyját, ugye meg kölyökkorában hoztuk el, és nem tudott tanulni az anyjától, honnan a francból tudja most 13 évesen, hogy a fáj a gyomra, melyik füvet kell megennie. Mikor sose találkozott más kutyákkal, szegény, mert hogy ott élt velünk. Tehát alapvetően ezt a kineziológia kezdte el kutatni és megválaszolta. A testedben van egy alapvető, hihetetlen mély bölcsesség, ami sok millió év alatt hoztál az evolúció alatt. És azzal, hogy racionálissá váltunk, ezt a bölcsességet elfelejtettük megfigyelni. Tehát a kutya, mivel nem agyal, ezért ő érzi ezt a bölcsességet, és tudatalatti érzésből eszi meg azt a füvet, a ponty meg tudatalatti érzésből kapja be azt a bojlit. Te erre nem tudsz odafigyelni, ezt intuíciónak hívják. Amerikában van egy egyetem, most nem jut ez a szem, ami csak az intuíciót kutatja, és hihetetlen izgalmas tudományos eredményeik vannak. Tehát ez az intuíció világa, ahol racionális gondolkodás nélkül meg lehet mondani mindenről, hogy mi helyes, mi nem. A tested nem hazudik, a kineziológia első szabálya, és a második, hogy a tested végtelen bölcs. És a jövőtárs, mert most az van, hogy az emberiség átesett a ló túloldalára. Régen ösztönlények voltunk, akkor egyébként ezt a tudásunkat tudtuk, régen, nagyon régen. Aztán racionalizálódtunk, mindent a racionális gondolkodásra fogunk, és elfeledkeztünk erről a képességünkről. És a jövő társadalma szerintem olyan lesz, hogy az ember akkor használja a racionalitását, amikor arra lesz szükség, és azt akkor használja a teste evolúciós bölcsességét, amikor arra lesz szükség. Magyarul, hányszor kerültél az életedbe olyan helyzetben, hogy akár hogy kattogtál racionálisan, mondjuk egy érzelmi kapcsolati kérdésben, nem tudtál megoldásra jutni, mert feszültségbe került a lelked és a gondolkodásod, összefeszült, és nem tudtál vele mit kezdeni. És ilyenkor ezzel a módszerrel pillanatok alatt megmondja az intuíciót, hogy mi a helyes. De amikor le kell ülnöm leprogramozni egy szoftvert, ami mondjuk embereknek segít, akkor az egy full racionális kérdés. Vagy meg kell javítanom az autómat, vagy össze kell adnom három számot. Tehát, hogy a racionalitás az egy jó dolog, én mérnök vagyok, nem ellene beszélek, én engem erre aklimatizáltak, de pont azért látom a határait. A racionalitás ez egy brutálisan szűk világ. Nagyon sok dologra az univerzumban a racionalitásra nem lesz soha büdös életbe válasz. Soha. Ha mindenki Einstein lesz, akkor sem. És pont ez a lényeg, hogy és a kineziológia módszere az azt mondja, hogy a testedet kérdezi meg arról, hogy mennyi a te lelki rezgés szinted, és a tested megválaszolja. A testválasz módszerrel ezt meg lehet mérni. Önmagában egy ilyen tesztről tudnánk csinálni egy műsort, nem? Az biztos. Nagyon szívesen tudok ajánlani egy kineziológust, aki profi ebbe, és őt meghívjátok, gondolom vállalja. Én szerintem egy ilyet majd csináljunk, de térjünk vissza a maradék két programpontra. Ugye még kettő van? Igen, amire nem igen. Igen, hát ugye a társadalom program az arról szól, hogy az első négy programot, tehát a revitalizációs programot, az agglomerációs programot, a boldogság programot és a népesség programot, hogyan lehet úgy támogatni társadalmi átalakulásokkal, hogy az emberiségnek demokratikus legyen és jól működjön. Mondjuk, hogy példákat is mondjak. Például átalakítanám az oktatási rendszert. Ez jó volna. Az oktatási rendszert miért alakítanám? Mondjuk egy példa az oktatási rendszer átalakítására. Nagyon sok dolog van a könyvben, de hogy mondjuk egy érdekesség. Hogy például az oktatási rendszernél nagyon nagy, tehát a gyerekek, tehát nem csak azért zombi lelkileg a felnőttek, 98%-a, mert mondjuk a 70%-uk nem vár gyerek volt, hanem utána tovább romlik a helyzet, mert a gyerekek nem kapnak elég felnőtt általi figyelmet. Uh-huh. A gyerekeknek a legfontosabb az önzetlen, hangsúlyozom az önzetlen, gondold végig, hogy hány felnőtt képes önzetlen figyelemre. Tehát, hogy az önzetlen felnőtt általi figyelemre van szüksége a gyereknek, és ha ezt megkapja, akkor az a gyerek a fejlődése során elhiszi magáról, hogy ő egyedi és különleges. Mivel nem kapják meg a gyerekek azt, hogy ők az önzetlen felnőtt által figyelmet sem az oviba, se az iskolába, se a bölcsibe és se a családba, ezért azt könyvelik el magukról, hogy ők nem figyelemre méltók és értéktelenek. És ezzel az érzéssel leszünk felnőttek. És ez annyira hétköznapi, hogy föl se tűnik egyikünknek se. Pedig így van. 100 emberből szerintem 95 nem tartja magát értékesnek és egyedinek, és lehet, hogy az arány még rosszabb. Pedig mindannyian értékesek vagyunk és egyediek vagyunk. Ez meg a valóság.
De az én képünk ezért, mivel ugye Buddha is megmondta, hogy azáltal tudod magadat megítélni, hogy a környezeted mit sugároz feléd, ezáltal, mivel ezt kapja a szülőjétől, ezt kapja mindenkitől, ezért mindenki így nő fel. És ez megint az addikciókba, meg a rossz viselkedési mintákba, meg stb. Vezet. Na most, hogyha átalakítjuk úgy a családi és oktatási és gyerekfelügyeleti rendszerünket, hogy önzetlen felnőtt által egy figyelemben részesül a gyerek, mire felnő, akkor az úgy nő fel, hogy azt képzeld el róla, hogy egyedinek, különlegesnek és szerethetőnek fogja érezni magát, mire felnőtt lesz. Képzeld el, hogy egy ilyen felnőttet mennyire lehet mondjuk politikailag vagy reklámokkal befolyásolni, vagy képzeld el, hogy egy ilyen felnőttet mennyire lehet rávenni arra, hogy veszekedjen más emberekkel. Abban a pillanatban, hogy egy ilyen generáció kijönne, világbéke lenne, és nem lenne többet klímaváltozás. Viszont mert ösztönszerűen mindenki békés lenne, harmonikus és természetszerető és emberszerető. De hogyan tudunk ide eljutni? A családról most akkor csak a példa, amit nem megyek bele a családba, meg a gyerekfelügyeleti rendszerbe, hogyan, de az iskolába. Én egyszer, a lányom, ötödikes volt, a legnagyobb lányom, öt gyerek van a családban, és azt mondta, hogy apa, én gyűlölöm az angolt. Egyébként jó tanuló volt, de az angol valamiért nem ment neki. És fogtam, azt csináltam, hogy elkezdtem vele két hetente minden szombaton egy órát angolozni. Az eredmény az lett, hogy ő nyolcadikos korába középfokúzott le mindenféle, hogy is fogalmazok, tehát nem kompromisszumosan, hanem ilyen 90%-osan, és most írja a felsőfokú teszteket, felsőfokúzni jövő hónapban megy, most másodéves középiskolás. De ez nem azt jelenti, hogy nagyon jó pedagógus vagy? Ezt is jelentheti, de most jön a lényeg. Az jön a lényeg, hogy én heti egy órát angoloztam vele, igaz? Két heti egy órát. Aztán, mikor ennyire sikeres volt ez a sztori, most már egyébként a család több gyermekét is tanítom angolra, ezzel felbuzdulva, de hogy egyszer viccből kiszámoltam, mert ugye nagyon elhúztunk az iskolai angol tanulástól, tehát ő már középfokon folyékonyan beszélt, középfokon hetedikbe, az osztálytársai meg még alig tudtak mondatot alkotni. És kimértem azt, hogy az iskolai előrehaladás és a lányommal való előadás sebessége között mekkora különbség van, kiszámoltam mérnökösen. Mit tippeltek, mennyi volt az arány, a sebesség aránya? Én meglepődnék, ha legalább 100%-kal nem gyorsabban haladtatok volna. Duplázra gondolnék, igen. 54-szeres az előrehaladási sebesség, hogyha a gyerek önzetlen felnőtt általi figyelmet kap. Az 5400%? Így van. Na most jön a lényeg, az 54-szeres szorzó sebességbe. Tehát most képzeld el azt, hogy a tanár jelenleg 20 diákkal foglalkozik. Mert azt hisszük, hogy ez a gazdaságos. Hogyha a tanár 54-szeres szorzóba tud egyedileg tanítani, és 20 gyerekkel kellene foglalkoznia, az azt jelenti, hogy vagy ugyanannyi idő alatt több mint kétszer úgy halad a 20 gyerekkel, ugye az arányokat nézed, vagy kevesebb, mint fele idő alatt megtanítja őket ugyanarra a szintre. Uh-huh. Tehát magyarul az egyéni oktatás sokkal hatékonyabb, mint a csoportos. Nyilván erre szokták mondani a hallgatóim, hogy jó, de akkor mi lesz a közösségi élettel, ugye megaklimatizálódnia kell a gyereknek a közösségben. Igen, tehát a jövő oktatásában lennének olyan órák, vagy olyan programok, ahol közösségbe kell dolgozni, mondjuk egy testnevelés, vagy van mondjuk etika, vagy mint, vannak olyan órák, ahol direkt jó a csoportos foglalkozás, de mondjuk matematikából például, vagy történelmből egyéni foglalkozás lenne minden gyerekkel. Hmm. És mire lenne ez még jó? Hogy csak ezt az egy példát kikerekítsük. Most jelenleg a hallgatóim az egyetemen, elnézést, hogy ezt mondom, de szinte nulla ismerettel jönnek az egyetemre. Némelyik hallgató azt hiszi, hogy ő rohadtul tehetséges, miközben elnézést, de totál buta ahhoz, amit tanul. És vannak olyan hallgatók, akik kishitűek, és azt gondolják magukról, hogy ők tök gyökerek abból, amit tanulnak, és közben meg rohadtul tehetségesek. Nincs önismeretük, mert nincs visszacsatolás a társadalomból. Viszont hogyha egyedi tanrenddel tanul minden, a tanár minden diákkal, akkor akinek szarul megy a matek, azzal lassan halad.
akinek jól megy a matek, azzal jobban halad. És nyolcadikos korában már lehet, hogy integrál számítást tanul. És akkor ő, amivel jobban halad, abból visszacsatolást kap, hogy abból ő tehetséges. Amiben szarul halad, abból visszacsatolást kap, hogy abban ő nem tehetséges. Tehát magyarul úgy lesz egyetemista vagy felnőtt, hogy tisztában lesz a képességeivel. És mennyi téves pályaválasztás van, mennyi téves egyetemválasztás van, ezek mekkora hátráltatásai a társadalmi fejlődésnek, és mennyi frusztrált embert okoz. És mennyi költsége van egyébként, ez a társadalom elherdálása igazából. És ezt mind kiszküszöböli ez a rendszer, ráadásul egyedi figyelmet kap, ezáltal ő úgy lesz felnőtt, hogy ő tisztában van azzal, hogy ő egyedi és különleges. Csökken a frusztráció, egy boldog fiatal felnőtt lesz. Nem lesz annyi válás, mert magát elfogadja, akkor el fogja tudni fogadni a párját is, és sorolhatnám. De az egészségügy is valami hasonló analógián jöhetne létre, vagy rendben, nem? Igen, az egészségügyi reform is benne van a könyvben, de azt most nem kezdem, mert azt megint igen, nincs fel. Csak időnk, úgy, hogy végezett. De benne van, hogy lehetne úgy átalakítani, hogy az orvos motivált legyen a gyógyításba, és ne csak hát a tünetcsökkentésbe. De ott is a prevenció lenne a lényeg, hiszen hogy mindig ugye a gyógyítás, vagy hát a gyógyítás igazából itt tulajdonképpen inkább tőkehalmozásról van szó, hogyha azt gondolom, de hogy az sokkal költségesebb, mint az, hogy normális, jól felszerelt és működő egészségügyen megelőzzük azt a sok szart, amiben egyébként rengetegen megdöglünk, miután egy csomó pénzt kifizettünk, vagy a abszolút. Nem tudom, az országban. Így van, tehát az oktatási rendszer is gazdaságosabb és hatékonyabb lenne, és az egészségügyi rendszer is gazdaságosabb és hatékonyabb lenne a könyvem szerinti elvek alapján. Ernő, fantasztikus hallgatni téged, és mindazt, amit te az egész életedet föltettél arra, hogy az emberiségnek a problémáit megold, ez iszonyatosan tiszteletre méltó, és kicsiben mi is hasonszörűek vagyunk, hiszen ezt a podcastet azért indítjuk, hogy ilyesféle hangokról itt szót lehessen ejteni, és kicsit más aspektusból világítsuk meg az emberiség problémáit. Ám de, amit elmondasz, az nagyon sok szkepszist ébreszt bennem, hiszen annyiféle szerteágazó problémakörre kellene egyidejűleg fókuszálni, annyi problémát kellene megoldani az emberiségnek, hogy még egy-egy ilyen kiragadott dolgot, mint amilyen az oktatás, hogyha Magyarországról indulunk ki példagyanánt, akkor hogy hol tart a magyar oktatási rendszer átalakítása, 30 év alatt nem jutunk egyről a kettőre, ehhez képest pedig van 18 év. Uh-huh. Mindez azt jelenti számomra, hogy az egész emberiségnek voltak éppen az alap berendezkedéseit, az alap mozgatórugóit kellene megváltoztatni ilyen rohamos, rövid idő alatt. Hogy lesz ebből megmenekülés, és ne az, hogy kipusztuljunk a Méhecskék Egyetemben? Igazad is van, meg nem is. Az aggodalmad jogos, mert tényleg nagy szarban vagyunk, viszont ebben a rendszerben az a jó, hogy fokozatosan, demokratikusan a jelenlegi, ez úgy van kitalálva az egész rendszer, amit most így apró kis mozaikokat belőle azért bemutattunk, de hogy úgy van kitalálva az a rendszer, hogy fokozatosan lehet a mostani rendszerből demokratikusan átállni arra a távolira. Tehát amiket most elmondtam, lehet, hogy idealizmusnak tűnnek, de három generáció alatt hiszem és tudom, hogy át lehet állni, hogyha megfelelően tudatosak vagyunk, hogy abba az irányba akarjuk a hajónkat kormányozni. Az is le van írva nyilván a rendszerként, hogy hogyan, de az a jó rendszerben, hogy amikor belekezdesz, ugye a öngerjesztő? Egyrészt öngerjesztő. A másik meg ugye a programok úgy vannak kitalálva, hogy először a legelemibb lépésekkel indul, nem mindjárt ilyen durvákkal, csak ezeket érdekességképpen mondtam, hogy látszódjon, hogy más gondolkodásra van a társadalomnak szüksége, de egy egyszerű lépésekkel indul az összes program, és minden egyes program egyszerű lépése már kicsit kitolja a 2040-et. Tehát ugye mondtam nektek, hogy a célunk most az, hogy 2040 körüli összeomlást, ami lehet, hogy 35, lehet, hogy 45, de valahol ott, azt elkezdjük kitolni. És elkezdjük ezekbe a programokba az elemi lépésekkel, amik egyébként könnyen megvalósíthatók, és ezzel elkezdjük egy-egy évvel kitolni az összeomlást. És az egyes lépések, mivel az emberek rájönnek, hogy ez jó, ezért gerjesztik a következőket. Tehát én hiszem, mert az emberekkel sokat beszélgetek erről, úgy belelkesednek, hogy látom, hogy egyszerűen öngerjesztő a sztori. Tehát abban a pillanatban, hogy valaki megkapja a kezébe ezt így egy rendszerként, abban a pillanatban így beindul. Tehát, mert érzi, hogy ez az ő lelkével összhangban van, meg az ő gyerekei jövőjével összhangban van.
Tehát, hogy itt nem, tehát igazad van, de nem kell mindjárt szélsőségekben gondolkodni, hanem... Jó, én most én köszönöm hogy ezt kimondtad. Nem apró pici lépésekben kell elindulnunk, és a mi generációnak el kell kezdeni kitolni az összeomlás határát. Azzal mi megtettük a dolgunkat. Akkor ezekről a kis lépésekről még van talán pár percünk, hogy tudnál-e mondani abból a 138 pontból a hallgatóinknak néhányat, hogy mi az, amit mi... kis emberek, meg tudunk tenni annak érdekében, hogy itt ezt a 2040-es időpontot kitoljuk. Jó. Mivel kezdjek én? Mivel kezdjétek? Szeretáljam a szemetet? Vagy hogy? Mesélj egy kicsit az életedről pár mondatot. Én igyekszem odafigyelni a környezetemre, egyre többet kerékpározom, az autót gyűlölöm, hát nem utazom olyan sokat, pedig sokkal többet szeretnék. Nem nagyon tudom elképzelni az életemet, hogy úgy halljak meg, hogy New Yorkba el nem jutok. Nem jutottam még el New Yorkba, nagyon nagy vágyam. És hogyha azt mondod, hogy talán a könyvben olvastam, hogy nem tudom, ezt a szénmonoxid kibocsátást... Szén-dioxid kibocsátást, tehát hogyha most effektíve abba hagynánk a szén-dioxid kibocsátást, akkor is még körülbelül 120 évre... Melegedne a bolygó. Igen, mert hogy addig... folyamatosan itt marad a légkörben. Így van. Ettől függetlenül szeretnék eljutni New Yorkba. Nem tudom, mit mondjak még. Jó, ez tökéletes volt. Tehát az, hogy kerékpározol, az egy csodálatos dolog. És legyél erre büszke, és híreszteld a világban. A lakásban élsz, vagy családban? Lakásban. Lakásban élsz, akkor nyilván közösségi kerteket tudsz segíteni, nem tudsz te magad komposztálni, meg te magad, de mondjuk ilyen közösségi kertes kezdeményezések elég jók vannak. Nyilván szelektív gyűjtés jó, nyilván jó, hogyha energiahatékonyan élsz, LED-világítás, hőszigetelt lakás, megfelelően automatizálva, alacsony hőmérsékleten, lehetőleg, ha ez egy társasház, lehet rá lehetne venni a többieket, hogy zöld energia irányába fejlődjön a társasház, és minél kevesebb fosszilist használjatok arra, amit tesztek. De térjünk rá a repülőre, mert most egy kis bírálat jön, aztán utána egy kompenzálási lehetőség. Hogyha elutazol New Yorkba, azzal ezt egyébként pont ezt a példát írom a könyvembe, azért nagyon jó, megint sorsszerű, nincsenek véletlenek. Ha elutazol New Yorkba, akkor ezzel az egyúttal a repülő által kibocsátott szén-dioxid rádeső része az annyi, mint amennyit egész életedben rádesően a Föld meg tud kötni. Tehát egy Budapest-New York úttal az egész életed szén-dioxid megkötő képességét beleégetted a légkörbe. Ha visszajössz, akkor még a gyerekedét is elégetted. És ez egy út? Ez egy út. Ennyire durva a légi közlekedés. Na most erre az egyik nagyon lelkes könyvolvasom, pontosan blogolvasom, mert van egy blogom is, amit hál' Istennek nagyon sokan olvasnak, és az egyik lelkes blogolvasom, amikor erről írtam a blogon egy írást, akkor kiakadt, és azt mondta, hogy hú, hát ő Angliában él, ő egy magyar hölgy, aki Angliában dolgozik, és ő szereti a szüleit, és ő havonta hazajön, és mivel vissza kell, hogy érjen, ugye pénteken leteszi a lantot, hétfő reggel megint munkáján kell lenni, ezért vonattal nem tud menni, hiába ökotudatosabb, egyébként sokkal ökotudatosabb, és ezért repülővel kell, hogy jöjjön, és mit képzelek, hogy én őt ezzel bírálom. De hát én nem bíráltam, én csak leírtam a tényt. És akkor megírtam neki, mert ő ezt e-mailbe így nekem esett. És akkor visszaírtam udvariasan, hogy hát én nem őt bíráltam, hanem leírtam a tényt, és ezzel a ténnyel ő kezdjen azt, amit akar, mint lelkismeretes klímavédő. Egyszer csak megírta 3 hét múlva, képzeljétek el, hogy kitalálta a tutit, továbbra is repülővel jár, de minden egyes repülőjének kiszámolta a szén-dioxid kibocsátását ráesően, kiszámolta, hogy az mennyi faültetéssel kompenzálható, és ültet fát. És minden egyes repülőút mellé befizet egy angliai szervezetnek, aki annyi fát minden egyes útján elültet. Tehát magyarul az a lényeg, hogy megteheted, az a lényeg, hogy megteheted azt továbbra is a jövőben, hogy te tudod, hogy klímagyilkosan imádod a marhahúst, vagy mindenáron megőrülsz és el akarsz jutni New Yorkba, de akkor is megteheted, hogy lekompenzálod más módon a világnak. Tehát a felelősségvállaláson óriási a hangsúly. Ez is benne van a 138-ban, a személyes felelősségvállalás, hogy nem hárítok mindig másokra. És visszatérve az utazásra, nagyon nagy divat az utazás, mert a nyugati jólétben az utazás az egy hobbivá vált, hogy imádok utazni. De hogyha már azzal is nagyon sokat teszel, hogy hajóra szállsz, vagy vonatra a repülőhelyet, vagy olyan utazási célokat választasz, ami közelebb van,
Mert a repülés az a legklímapusztítóbb közlekedési forma. Ha meg nem tudod megtenni csak repülővel, akkor tedd meg, hogy kompenzáld le valahogy. Tedd meg. Számold bele a nyaralási költségeidbe az erdősítés költségét, mint hogy ez a hölgy csinálja, megteszi. Mert egyébként nem olyan vészes a repülőjegy árának körülbelül 30%-a. Uh-huh. Neki úgy jött ki. Tehát a repülőjegy árának 30%-ára ennyi faültetést el tud ügyezni egy szervezetni, mert ő is lakásba él, tehát nem tud maga ennyi fát ültetni. Egyébként, ha egy magyar család, egy magyar átlagos család klímasemleges akar lenni, akkor évente 18 darab fát kell elültetni személyenként. Van például Magyarországon az 1 millió fát program, nem biztos, hogy pont így mondják, de valami ilyesmi címe van, a magyar kormány támogatja, tök jó kezdeményezés, ott például a közösségi faültetéseken lehet ingyen részt venni. Mi tavaly, most a Covid kicsit bekavar, de tavaly előtt azt hiszem 135 fát ültettünk el a családunk heten. Azon kívül még elültettük magunk is, de ez csak a közösségi faültetéseken. Tehát, vagy nem is tudom, milyen példákat mondjak. Nyilván a commerce példákat nem akarom mondani, de a legnagyobb klímavédelem, aztán lőjetek le, megmondom lassan, itt az időnk lejár, de mert órákat tudnék erről beszélni, hogy magánszemély mindent tehet, de hogy a legnagyobb klímavédelem az, hogy a lelki fejlődésedet állítod életed középpontjává. Lehetsz ugyanúgy gazdagodhatsz, ugyanúgy fontos lehet az egyetemi tanulás, az egzisztencia, vagy az, hogy mi pasik vagyunk, mit tudom, hogy fölgyúrjuk magunkat, mit tudom, Adoniszra, de meg ugye ezek ilyen divatirányzatok, de alapvetően abban a pillanatban, hogy tudatosan a lelki fejlődésedet teszed az utad legfontosabb elemévé, és rengeteg módszert lehet erre ma már találni, hál' Istennek, olyan társadalomban élünk, abban a pillanatban elindul a változás. Úgyhogy ez a legnagyobb cselekedet, amit tudsz tenni. És az összes többit hozni fogja az élet. Hát nagyon reméljük, hogy könyved, illetőleg az a gondolataid, azok valamilyen változást fognak generálni, nem csak bennünk, nem csak a hallgatóinkban, hanem összességében az emberiség történetében. Igen, azt hiszem, hogy ennél jobb csukást egy műsornak nem is lehetne, viszont még mielőtt kilépünk innen, azt kérek még egyszer tedd meg, hogy a könyvednek a címét elmondod, és hogy lehet ezt a könnyebben megszerezni, megvenni. Hát nagyon köszönöm a lehetőséget, ugye nem egy ilyen promónak szántuk a beszélgetést, de jól esik, hát ha valakit érdekel. Szerintem nyugodtan promotáljuk azt, hogy ne dögöljünk meg 18 év múlva. Szóval, jó, én nagyon, most egy nagyon önző érdekből promotálom ezt. Nagyon kedves, köszönöm. Hát a minden nagyobb könyvesboltba kapható az országban egyébként. Van egy weblapja is, ahol közvetlenül az én Kft.-től még a kiadója, onnan is meg lehet venni. A weblap egyébként Just Do Better World, tehát a Just Do Better World, ez a négy angol mozaik szóban van, www.justdobetterworld.hu. A könyv címe az megoldás a klímaváltozásra, vagy a változás hat programja, ez az alcím, a főcím pedig a jövő neve élet vagy halál. Interneten is rendelhető minden nagyobb kiadónál, mondom a weblapon is. Okay. Ha honlapról rendelik, akkor dedikálva tudom adni, ennyi az előnye csak a könyvesbolti vásárláshoz képest. És hát van egy blogom is, ami szintén ilyen Just Do Better World szavakra hallgatott, meg rengeteg ilyen írást írok, tehát aki nem akar pénzt költeni a könyvre, ami nyilván bizonyos esetben akár érthető is, vagy ahogy gondolja, ott nagyon sok ilyen írást írok ezekről a kérdésekről, tehát 160 vagy 170 ilyen rövid, ilyen 5-7 oldalas írások vannak, amik abban segítik az olvasót, hogy két dologról szól, az emberi lélekről, tehát hogy a lelkifejlődésben, spiritualitásban hogy lehet a saját lelkifejlődésünket előrevinni, tehát a boldogságprogramot próbálom segíteni ezzel aktívan is, és a ilyen klímavédelmi izgalmas írások is vannak fönn. Ez a két téma, a lélek és klímavédelem, amiről kvázi ma is beszéltünk, és 160-170 írás van fönn ingyen, tehát aki nem akar. De a könyv az azért jobb, mert ott nem ilyen 3-5 oldalas írások vannak, hanem az egész rendszer komplexen, rendszerben. Tehát aki rendszerként akarja megérteni, annak a könyvet ajánlom, aki pedig érdekességeket akar olvasni a témában, vagy célirányosan érdekli valaki, annak meg a blogot ajánlom. Mondtad, hogy az egódat szétbombáztad, vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmazod. Összetörted. De hogy nincsen benned valami olyasféle küldetéstudat, hogy
Hát azért én legyek az, aki hozzájárul a Föld megmentéséhez, mert ez egy elég szép küldetés. Összességében mi motivál téged? Akármennyire is hihetetlen, mert ebben mindig vitába szoktak velem szállni, egy bizonyos lelki rezgés szint felett valósággá válik a tökéletes önzetlenség. Egy bizonyos lelki rezgés szint alatt az emberek nem hiszik el, hogy ez létezik. Én se hittem el, amíg nem éltem meg. Az önzetlenség létezik, nem csak beszélünk róla, de az csak egy bizonyos lelki rezgés szint fölött valóság. És a könyvemet egy spirituális mester megmérte, mert az ember által alkotott műveknek is van lelki rezgés szintjük, nem csak az embereknek. És én nem tudtam, hogy megmérte, csak ő 550-es lelki rezgés szint alatti könyveket nem olvas, mert az lehúzza a lelki fejlődését. 550 egyébként az Ószövetségnek a lelki rezgés szintje a Bibliából. És ennek a könyvnek a lelki rezgés szintje 700 lett, ami a megvilágosultság szintje, és több híres vallásalapító iratnál is magasabb lelki rezgés szintű ez a könyv. Na most elolvasom. Ami azt jelenti, hogy spirituális szempontból nézve ennek a könyvnek emberiséget megváltoztató küldetése van. Mert minden ilyen írás, ami a múltban született, azokra vallások alakultak, meg elindították más irányba az emberiséget. És alapvetően én ezt nem tudtam. Mikor ezt megtudtam, 3 hétig nem is tudtam mit kezdeni vele, mert én ezt nem gondoltam magamról. De a kérdésedre a válasz, hogy miért ezzel mondtam, hogy óriási, mély emberiséget megmentő önzetlenségből írtam a könyvet. Semmi más nem motivált, az motivált bennem, hogy szeretném, és nem kell, hogy a nevem mögötte legyen. Abszolút nem kell. És úgy írtam meg a könyvet, hogy nyílt forráskódó rendszer. Tehát ha valaki a 70%-ával ért egyet, és más irányba alakítja, tegye meg. Ez olyan, mint egy nyílt forráskódú szoftver. Szabadon felhasználható. Nem kell lehivatkozni, nem kell semmi, csak használja. Tehát ennyi. Tehát nem kérem azt, hogy hivatkozzon, hogy Dietrichtől olvastam, vagy onnan vettem az. Nem kell. Használj. Bele is van írva a könyvbe. Nem érdekel. A politikusoknak is ingyen adom, nektek is ingyen adom. Alig vártam, hogy itt lessek és elmesélsek, és olyan boldog vagyok, hogy esélyt adtatok rá. Csodálatos érzés. Hát, köszönjük szépen. Az a helyzet, hogy én azt tudom csak végezetül mondani, hogy amikor mi ezt a Mindenségét podcastot elkezdtük, akkor hát bennünk talán, Gergő, mondhatom, hogy volt némi küldetéstudat. De azt hiszem, hogy eljutottunk én legalábbis arra a szintre, hogy ezt így megpróbálom hátrahagyni, és kizárólagosan azzal foglalkozzak, hogy ilyen élményekben legyen része, mint amilyen ma volt. Köszönöm. Én köszönöm. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, nagyon megtisztel, és köszönjük az egész munkásságot. Én azt gondolom, hogy jó lenne még találkozni. Igen. Nyitott vagyok rá, tehát ha úgy érzitek, hogy fejtsünk ki van bővebben, vagy akármi, vagy az a kineziológus, adok szívesen kontaktot. Tehát bármi, hogyha segíthetem a munkátokat, akkor nagyon nagy örömmel. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük. Nézzetek bennünket, legközelebb is találkozunk. Már csak egy fénykép van hátra. Így van. Szevasztok, srácok. Sziasztok. Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft.